nem tudnak belefolni, nincsenek kapcsolódási pontok, mindenki pályázatokba gondolkozik, stb. Amit már elmondtam. Nekem az, amiért ezt az egészet csinálom, hogy összehívtam ezt a beszélgetést, meg majd erről beszámolót írunk, remélem, hogy akkor több emberhez eljut, az, hogy én egy kényszerpályát látok ebben, hogy a felvonulás és a kritikálmész mozgalomnak az értelme az szerintem nem az, hogy így egymással jó fejek legyünk, meg hogy egymás boldogítsuk, meg jó barátok legyünk. Ez egy tök járulékos dolognak tartom. Elsősorban szerintem az egész egy célért van, és ez a cél az, hogy Budapesten és az országban a kerékpározás az iszonyat a lehető legnagyobb vagy maximális sebességgel terjedjen. Ha terjed, akkor azt felhasználva még ráerősítsünk, szóval amennyire csak lehet, ezt fokozzuk, és én úgy érzem, hogy ennek most már gátja kezd lenni az, hogy a kerékpáros klub le van terhelve ezekkel a bénázásokkal, ilyen anyagi, meg nem tudom, ilyen dolgokkal, plusz az is gátja lesz a jövőben, hogy a kritikám ezt egy életciklusos szervezetnek tartom, ami előbb-utóbb biztosan ki fog dögleni, tehát egyszerűen olyan, tehát egy holland ember, amikor beszélsz egy hollanddal, és elmondod, hogy mi a kritikám ezt, hogy ez egy demonstráció, ahol a sok ember meg akarja mutatni, hogy itt lehet biciklizni, akkor ő már nem érti. Pedig Hollandiában ugyanígy voltak tömegmozgalmak, saját szememben láttam a fényképeket, óriási demonstrációk voltak 70-es években, stb. De már nincsenek, mert polgárjogot nyert az egész, és már nem, az egész már nem, nincs benne ez a, viszont kőkemény biciklis szervezetek vannak, akik rengeteg embert elérnek. És ezért én azt gondolom, hogy nekem, mint a kritikám ezt valamennyire ilyen vezér ürüljének, vagy nem tudom, valamennyire az tökre a felelősségem, hogy mire ez a folyamat elér idáig, tehát hogy így már így kiég a dolog, addigra legyen egy olyan szervezet életképes, amelyik 100 év múlva is, túlélve minket is kerékpáros érdekeket fog képviselni, és olyan lesz, mint a Magyar Autóklub, aminek az alapítója azt már nem tudom, hol van Farkasréten, de még van Magyar Autóklub, mondjuk nem... 110 éves. És ameddig autó lesz, addig lesz autóklub, és ameddig kerékpárok lesznek, addig legyen kerékpáros klub. De ehhez teljesen át kell formálni mindent, és én azt gondolom, hogy a kerékpáros klub most nem alkalmas arra, hogy átvegye a stafétát. Ezért nekünk felelősségünk van abban, hogy alkalmassá tegyük. Illetve másik, ezt már elmondtam nektek, ugye, de egy másik beszélgetésem, hogy van egy olyan probléma is, hogy a kritikám az valamennyire tehet is erről az egész helyzetről, mert elhitette azt az emberekkel, hogy ingyen, teljesen, tehát anyagi ráfordítás nélkül tök jó, mert tehát, hogy működik a civil bringás érdekképviselet, ami igazából 2005-ig igaz volt, és azóta, tehát tulajdonképpen 7 éve nem igaz. Tehát, de úgy maradtunk. Igen. Hello. Tehát, sajnos azt a tévhitet nem oszlattuk el időben az emberek között, hogy nincs ingyen érdekképviselet, és hogy nem mindenható a kritikálmesz mozgalom, és nem képes mindenre választ adni, amilyen igény születik. És ezt akkoriban úgy ismertük föl, hogy egyszerűen el kellett volna menni tárgyalni az önkormányzatba például, és én nekem munkahelyem van, 2 órakor én nem tudok ott lenni valahol, aztán hogyha valahogy el is szöktem a munkahelyemről, vagy mit tudom, elkérezkedtem, akkor sem lehetett utána rákészülni a következőre, stb. Tehát ez mindenképpen szükséges volt egy olyan szervezet, amelyik napi 8 órában 365 napon keresztül ezt tudja képviselni. És most itt tartunk, hogy tehát ezt a szervezetet, ez jelen pillanatban én szerintem nem alkalmas, jelenlegi állapotában nem alkalmas arra, hogy tovább, tehát hogy átvegye azokat a feladatokat, amit utána 100 éven keresztül el kell végeznie. Nincs elég beágyazottsága, nincs elég hitelessége még,
És tehát ilyen átlagos magyar civil szervezeti helyzetben van, annál talán némileg jobb neve van, meg erősebb, mint egy átlag magyar civil szervezetnek, illetve a korához képest azért szerintem elég jó állapotban van ugyanebben a kategóriában. De ennél sokkal többet kellene mutatnia. És hát nagyjából ez az alapfelállás, és a másik, hogy van egy ilyen lehetőség a dologban, hogy éppen, hogy ami a legnagyobb problémája a kerékpáros klubnak, és éppen, hogy amit mondtam, ezt az ellentmondást, hogy a kritikám messzhez, tehát nem elég hiteles ahhoz, hogy belemenjenek az emberek, tehát bele csatornázunk tagokat, és hogy azt mondjuk, hogy lépjetek be, ez kicsit, itt, ahányszor én ezt így kimondom, mindig van bennem egy ilyen kis tüske, hogy olyat mondok, amiért én nem nagyon tudok garanciát vállalni, hogy aki belép, azután nem fog csalódni ebben a kerékpáros klubban. De közben meg ez egy ilyen tyúk-tojás probléma, mert pont attól nem lesz a kerékpáros klub hiteles, meg alkalmas arra, hogy tömegek belépjenek, hogy nem a tömegekre épít. Tehát, hogy most az van, hogy bármennyire is ez egy ilyen lehetetlen helyzet, mégis pont ennek a lehetetlen helyzetnek a megoldása az egy ilyen önerősítő folyamatba csaphat át, és hogyha a tagok saját részvényesek lesznek az új, megújított kerékpáros klubban, akkor a kerékpáros klubot is rá fogják szerintem ezzel kényszeríteni arra, hogy értük dolgozzon, jól tájékoztassa őket, harcoljon azért, hogy a legközelebbi évben is befizessék a tagdíjat, ezáltal a függésbe kerüljön a tagoktól, stb. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ami beindulhat, és pont attól indulhat be, hogy most krízis van. Tehát ugye minden válság alkalom a megújulásra, és akkor most ez is a kerékpáros klubnak ez a válság, és alkalom erre. És annyi, hogy kritikálom ezt ügyben, most én nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert én személyesen meg kell mentenem a kerékpáros klubot, szerintem én úgy érzem, miközben a kerékpáros klub nem érzem annyira, úgy érzem, hogy kockára viszem a hitelességemet is valamennyire azzal, hogy ezt a szervezetet meg akarom menteni, azért, mert még nem alkalmas arra, hogy tömegek a bizalmukat belehelyezzék, és most itt tartunk. Muszáj megújítani a kerékpáros klubot, és akkor megírtam ezt, amit most megírtam, előtte elég sok emberrel beszéltem, plusz a kerékpáros klubban is tavasszal alelnökségre, vagy elnökségi tagságra jelöltettem magamat, és próbálom belülről is ezeket a dolgokat képviselni, és ami nagyon nagy öröm volt, hogy amit most írtunk a Critical Mass honlapra, ott elég jó fogadtatást éreztem. Tehát jöttek kritikák, de valami egészen konstruktív módon. Tehát, hogy én nagyon örültem, mert igazából nagyon tartottam attól, hogy most aztán torokra mindenki. És ez nem következett be, és olyan emberek is tök pozitívak fogadták, akikről tudtam, hogy személyes sértődéseik vannak, és hogy jogosak is részben, és tehát hogy ez egy jó felállás, és szerintem indításnak ez egy jó helyzet. Úgyhogy ez az egész beszélgetés pedig elsősorban azért van, hogy kicsit nem döntéseket kellene hoznia, hanem a fórumon is, és itt is, és majd most azért, aki most jött, annak mondom, hogy hangfelvétel születik, hogy az egész ilyen nyílt legyen, és hogy ki lehessen tenni, ha sikerül a dolog, hogy mások is meghallgathassák, és egy beszélgetés lenne ez a dolog, aminek az alapja ez lenne, amit mondtam, erről bárki nagyon-nagyon örülnék, ha hozzászólna, plusz ugye én azt ígértem, hogy kijegyzetelem azokat, amik ott a fórumon most már lassan, nem tudom, 200 hozzászólás körül, és abból ez legalább 100 nagyon hasznosnak tűnik, úgyhogy kiírtam, hogy két csoportra osztottam, hibákra és ötletekre. Nagyjából ez a kettő, hogy így mondjuk meg lehessen különböztetni ezt a kétféle hozzáállást. A hibák azok nagyon sokszor olyan emberektől jönnek, akik a saját bőrükön megtapasztalták már azt, hogy miben rossz a kerékpáros klub.
ezt mondom, nagyon konstruktívan írták le, lehetett látni, hogy sokszor bocsánatot kértek, hogy akár hogy leírják, de leírták, ez az is jó, mert van, amikor le se írják az emberek, csak utána hallod vissza, tehát ez is jó. Másik meg az ötletek, és akkor hogy, itt most én be is fognám a számot, és ebbe az első körből, hogyha valaki hozzá szeretne szólni, vagy bármilyen tapasztalata, vagy az eddig elhangzottakkal kapcsolatban, vagy a kritikámesről, és a kerékpáros klubról, főleg a kettő viszonyában véleménye van, és a jövőről valami nagy víziója van, akkor hajrá, mondja. És kemények legyetek nyugodtan, tehát nem kell udvariaskodni. Hát nekem olyan, hogy én például nem tudom, hogy így hogy működik az egész Polcsebelen egy utca, még van, és amit én nagyon szeretném, a két irányú lenne kerékpárosoknak. És ilyen kis összefoglalót is állítottam össze, két oldalt PDF, és az el is ment a BKK-nak Barna Miklóssal, egyeztettem. János mondta, hogy egyeztessek. A BKK megválaszolt, hogy köszönjük az ötletet, megcsinálják. És hogy ez most így szerencsésen összejött, de most nekem fogalmam sem volt, hogy ez most így hogy, vagy hogy ez mennyire bevett dolog, hogy ez most én vagyok az első, aki ilyet csinált, hogy összeállít két oldal PDF-et is elküldi a BKK-nak, tehát sok mindent egyszerűen nem tudni. Igen, most tehát erről ugye annyit lehet most első körben elmondani, hogy a történetileg úgy volt, hogy volt a kerékpáros klub, ami állandóan próbálta így noszogatni a fővárost, született köztük egy megállapodás is, tehát le volt papírozva, hogy ez egy ilyen kötelező egyeztetési folyamat a kettő között, és minden útépítésnél most már ki kell kérni a kerékpáros klub véleményét, útfelújításoknál pontosabban, meg útépítéseknél, tehát nem lehet már Budapesten úgy neki látni valahol aszfalt átrendezésnek, bontásnak, építésnek, öntésnek, hogy ne vizsgálná meg valami hivatalnok azt, hogy ott kerékpáros infrastruktúra kell, nem kell, meg lehet csinálni, nem lehet megcsinálni. Ezt a folyamatot a kerékpáros klub folyamatosan heti szintű akár egyeztetéssel felügyeli, és a mérnökei is dolgoznak, van egy közlekedés munkacsoport, akiknek a levlistáján ilyenkor néha felizzanak a levelek, és akkor sok levelet váltanak, otthon gondolkoznak, vitatkoznak, stb., és akkor kijön egy megoldás akár, vagy ilyesmi. Ebben a helyzetben hozott változást Budapesti Közlekedési Központnak a létrejötte, ami egyrészt ugye a Vitézi Dávid miatt egy elég szerencsés helyzet, tehát a Vitézi Dáviddal nagyon jó szakmai, vagy milyen kapcsolatunk volt annak előtte, abból kifolyólag, hogy a Vekével a kritikálmez kezdeti harcok után gyakorlatilag összefogott, vagy és a kerékpáros klub. És hát mi vesztünk, úgy kezdődött, hogy mi összevesztünk a Vekével és a Vitézi Dáviddal, és aztán mivel látta, hogy nem hülyék vagyunk, hanem így engedünk, meg nem, tehát hogy belátjuk, hogyha tévedünk, meg stb., akkor onnantól kezdve tök jól elkezdtünk együtt dolgozni, és utána, sőt egy idő múlva már a kritikálmez ebből is kimaradt, és a gyakorlatilag a kerékpáros klubban. Készülésen beszélek arról, hogy ezek a gondolatban. Jó. Ez a folyamat, amit te elindítottál, és tök jó, ilyenből van nagyon sok. És nem csak Budapesten, hanem sok helyen az országban. Külkül most elmondott egyet, hogy Budapesttel, az önkormányzattal van egy szerződésünk. Elég sok önkormányzattal vagy van szerződésünk, vagy van személyes viszonyunk, vagy van kötelezettségük már arra, hogy minket meg kell kérdezniük. És aztán megkérdeznek, és vagy aztán a tervekbe és a kivitelezésbe az lesz, amit megbeszéltünk, vagy nem az lesz, ilyen is van. Egerben most például az van, hogy hosszasan egyeztettünk, és hosszasan, és ott is a helyiek is bekapcsolódtak. Majd utána egy súlyos kompromisszum fog születni az utcán, de hát ez az, ami, tehát mi nem vagyunk sem a pénznek a gazdája, amiből építik, sem az önkormányzatnak, sem a pártpolitikának, sem semminek, de speciálban IKK-nál most az a helyzet, tehát Budapesten az a helyzet, ahogy mit mondtad, hogy szerencsére van egy Vitézi Dávid vezette felelős szervezet, és abban a felelős szervezetben elment
tőlünk, az a kolléganő, aki eddig nálunk csinálta, addig nálunk csinálta, ez Virág, ezáltal nem csak, hogy egy szerződéssel szabályozott együttműködés van, hanem ha nem lenne is, biztosak lennénk abban, hogy a Virágot pontosan azt képviseli, mint amit képviselt az MK-ban, vagy a kerékpáros klubban korábban. De ez a folyamat, amit te indítottál, elképesztően ideális lenne, ha sok ilyen lenne, mert honnét, és erről is szó volt ezen a fórumon, láttam, hogy honnét a fenéből tudná, a kerékpáros tudná bárki is, hogy Szarvas alsó most éppen mi történik. Onnét, hogy te írsz, vagy valaki ír, aki éppen ott van, egy PDF-et, vagy nem egy PDF-et, ami elindítja azt, hogy akkor ezzel most gondolkodjuk. És az van, hogy a másik, itt bekapcsolódik rögtön egy ilyen probléma is, hogy a kerékpáros klubban egy szervezet építési folyamatban van, megrekedve, aminek nagyjából az a lényege, hogy nyilván Budapestről indult ez az egész. Tehát, hogy az egész ez az új hullám, a kritikám ezzel Budapestről indult, és aztán itt tökre terjed, és mivel nem központosított az egész, tehát, hogy nincs, én például konkrétan nem is találkoztam mondjuk a debreceni kritikámes szervezőivel, miközben simán elmegy a logó oda, és ott is felhasználják, vagy a honlapon írkálnak, meg toboroznak, vagy akármi. Tehát ez ilyen nagyon nem központosított dolog. A kerékpáros klubnak ezt nagyon nehéz eljátszani, mert ez egy hivatalos szervezet, amelyik mondjuk a nevét kell, hogy adja úgy, hogy mondjuk a nevében tárgyalnak, mondjuk, mit tudom én, ha létrejönne mondjuk ezentúl példának Makót fogom használni, mert ott nem tudom, hogy van-e egyáltalán valami, de hogy a Makói kerékpáros klub létrejönne, úgyhogy valaki bejelentkezik, hogy ő nagyon akar tenni a bringázásért, ez egy ilyen civil franchise rendszer szinten, mint ahogy mondjuk egy McDonald's, hogy nyitsz mondjuk, mit tudom én, Makón. Akkor kőkeményen elő van írva. Akkor elő van írva, hogy ugyanazt a hamburgert kell adnod, meg ugyanaz a... Ugyanannyi másodpercig, igen. És ugyanolyan ruhában. Igen, tehát minden ugyanaz, és ez azért fontos, mert különben az egész franchise rendszer bedől, hogyha az egyik, de még a Makói McDonald's-ban valaki, mit tudom én, így dobja oda a hamburgert a vásárlóhoz, akkor a McDonald's-ban dobták oda, így oda. De akkor a McDonald's alázta meg egy vevőjét, ami miatt Győrben is kevesebb hamburger fog fogyni, hogy most ezt én durván mondjam. És az a probléma ezzel, hogy ebben nagyon kemény felelősségi rendszer is kell, hogy legyen. Tehát jelentkezel mondjuk te, hogy Csepeli önkormányzattal, te neked van egy ügyed. Igen. És életünkben először látunk. És akkor az van, hogy oké, először mindig nagyon örülünk, hogy hát tök jó, hát terjed a minden. És akkor te elkezdesz tárgyalni a Csepeli önkormányzattal, és kötsz egy kompromisszumot, mondjuk. És a kompromisszum lényege az lesz, hogy a járdán menjen a bicikliút, mondjuk. És akkor erre felháborodik a tagság, vagy a központ felháborodik, te lehülyézed a központot, hogy ezek, és stb. És ez egy nagyon nehéz dolog, mert egyrészt... Ez történt Szegeden, szószoros értelemben. Tehát Szegeddel hasonlók miatt vesztünk össze, hogy ők tök, most nem a járda, mert nem ez az a, épp ellenkezőleg, de ők úgy tárgyaltak az önkormányzattal, hogy ott nem alakult ki a partneri viszony, mert azért az is fontos, hogy akkor... Ha valamitől, bár a külkül azt mondta, kicsit szomorúan hallgattam végig, hogy a kerékpároskóban alkalmatlan az arra-amarra, de hogy azért az, ami, ha sikerünk van, az attól van, hogy sikerült magunkat partnerként elfogadtatni sok-sok önkormányzattal, sok-sok kormányzattal, és nem egy kívülálló, ugráló szervezetet, civil szervezetet látnak bennünk, hanem partnereket látnak. És a szegedi szervezet ezt elrontotta, ők miatt nem tekintik partnernek az ottani. El is múlt a kerékpáros klubot. Igen, ez egy nagyon zűrös dolog, hogy de tehát annyiban mindenképpen valóban ez a probléma, hogy más gondolnak a kerékpáros klub egyik végvárában a tennivalójukról, mint amit a központban. És akkor ez egy konfliktus mindenképpen, és ez nagyon nehéz, és most arra jutottam, hogy több emberrel beszéltem, volt köztük olyan, aki ilyen szervezetfejlesztésben, meg mindenben, hogy tehát nagyon profi, és azt mondta, hogy ez egy ilyen technikai probléma, vannak rá eszközök, meg minden, hát ezt most fogalmam sincs, meg nem is értettem még, amit mondott teljesen.
És de a lényege az az volt, hogy van, tehát hogy ezen mindenképpen változtatni kell. Tehát min? Hát hogyan akar területi szervezeteket létrehozni úgy a kerékpáros klub, hogy egyelőre nincsen meg ehhez a kellő tudása, vagy ráérzése, vagy meg egy csomó minden, ez nagyon, nagyon nehéz ügy, és ráadásul energiája sem biztos, hogy van, mert hogy ugye az alapproblémát az elején vázoltam, hogy Európai Uniós projektekkel foglalkozik, meg stb., hogy fenntartsa magát, miközben minden ilyen kapcsolat olyan személyes kapcsolatokat is igényel, meg állandó időt, energiát, stb., már csak az, hogy megértsd egyáltalán, hogy mondjuk Szegeden mi van. És ezt nem csak Szegeddel, hanem akkor minden várossal. Tehát ez egy szervezeti kérdés, ami szerintem... Szerintem most így túlzottan előre mentünk. Igazából nem itt megváltani a világot nem. Hanem arra kéne beszélni, hogy konkrétan mennyi pénzre van szükség az MK-nak ahhoz, hogy életbe tudjon maradni. Ezt honnan lehetne előteremteni. És egy másik rész az, hogy a szervezet építés, húzni egy vonalat, hogy most hol áll, különböző szinteken, a tagsággal, ahhoz kényelő kapcsolatok és a többi. Az a pénz, ami van, az mire elegendő, és ha most is nagyon a lufi, mint a megfelelnek benne kéne, akkor le kell ereszteni, és akkor onnan építkezni. És ez egy tök más dolog, hogy egy ilyen stratégiát építeni. És a harmadik rész meg, ami ugye, hogy a te nagy mondott, hogy a CM-be, hogy menjen bele, meg mennyire. Nem feltétlenül kell most azt mondani, hogy négy ember, 5000 ember, és akkor ilyen Hawaii lesz, hanem nem is feltétlenül szóval belépetéssel lehetne most össze megoldani, hanem kitalálni, hogy mennyi pénzre szükség. És azt honnan lehetne előteremteni, és ebben tud-e segíteni a cél, és milyen módon. Ha esetleg csak adománygyűjtésben, akkor abban, ha beléptetésben, akkor abban, csak hogy igazából konkrétumokról kéne, mert most így lehet sérelmekről meg. És egy kőkemény stratégiát kell majd lefektetni, de az sem egy. Abszolút, tehát ez egy folyamat, és nagyon sokáig fog tartani, de most én úgy érzem, hogy kb. Nagyon nagy ciki van, tehát hogy ez egy ilyen jelzés ugye volt. Ezt tudjuk, hogy most konkrétan hogy nincsen fizetés, meg ilyenek, de hogy ez most... Pontosan tudjuk, hogy mennyi hiány van, és mennyi az, ami kellene. Na, igen? És hogy erről beszélünk már nyár eleje óta is akár, szóval hogy így... Nem, hát nyár... Beszélhetünk volna még két hónapot. Nem, erről így nem beszéltünk. Én szerintem... Nem úgy mondom, csak hogy így... Ez egy ilyen folyamatosan fokozódó helyzet. Mi az a deadline, ameddig kihúzható például? Július 31 volt. Tehát most ott tartunk, hogy egy kérelmet kell írni az APEC-nak, és amire van lehetőség, és van, hogy kedvezően bírálják el, hogy... Ez most konkrétan az 1%. Hát ez nagyon nagy kérdés. Hát ez nagyon nagy kérdés. De ez 1%, ez egy évre ezt szólt hozzá? Hát, igen, egy évre. Hát mindez mondjuk 3 millió forint, most nagyságrend, 3 millió forint, az kiesik egy olyan szervezetből, amelyiknek alapvetően cashflow problémái vannak, és éppen mondjuk 7 kellene, és az sincs meg. Tehát, hogy ez egy nagyon húzós probléma, és most ég. Tehát 3 hónapja, 2 hónapja ki, hogy nem... lett kifizetve a fizetése a kerékpáros klubban, hogyha holnap fölállna mind az összes alkalmazott, és azt mondaná, hogy holnaptól nem dolgozok itt, mert nem fizetnek ki, akkor az egész szétesik, és teljesen mit mondhatnánk rá? Szerintem akár ezt úgy, nem tudom, hogy mennyire, de hogy az első ez, hogy mindenki húzhatóra kitáhozna a tüzőt, mert különben nem lehet építkezni, és van mondjuk ez azzal, mint pedig, hogy nem lesz négy alkalom, hogy csak kettő, onnan kell újra a fölépíteni szervezet, szerintem még az még mindig jobb, mint hogy most ilyen biztos pénz. Most lesz még egy hónapra fizetés, mert most sikerült annyi tagot beszélgetni két hét alatt, hanem hogy nagyon durván megvan a pénz a kerékpáros kormány. Tehát nagyon valószínű, hogy megérkezik a pénz. Mondjuk, hát válaszoljak engem meg, jó? Tehát, de a költségvetés egyébként az én. Az, ami a közgyűlés által fogadott. A költségvetésből gyakorlatilag nem hiányzik pénz. A cash flow-ból, a finanszírozásból hiányzik pénz. Ez a pénz körülbelül 8 millió forint. Ez a 8 millió forint, ennek egy nagy része az, amit a Kükő elmondott, hogy... Szerintem jó a költségvetés. Hát kétféle dolog van. Van egy költségvetés, és van egy cash flow típusú. Tehát, hogy befolynak a pénzek, ha időben befolynak, akkor tudjuk finanszírozni.
van egy összeg, 6-7 millió forint, ami egy éve nem folyik be, és ez nem a mi hibánkból, ez nagyon-nagyon beted. Az összes finanszírozási problémát gyakorlatilag ez okozta. A többlet, hogy most nem 6, hanem körülbelül 8 millió forint, az ennek a költségei, tehát a finanszírozásnak, a hiány finanszírozásnak a költségei. Ez a helyzet, tehát hogyha ez a pénz bejött volna időben, azaz tavaly, november egyébként mi a cashflow-ba ráadásul, azt hiszem idén április, tehát bőven ráhagytunk a cashflow tervekbe. Ha ez meg lett volna, akkor nem lennének ekkora problémák, akkor azt, amit beterveztünk, tudnánk finanszírozni. Tehát fontos, hogy nem egy olyan költségvetés, aminek a forrás oldala nem igaz, hanem a befolyásnak az üteme nem igaz. Ez parancsolsz? Hát ez nem egészen mindegy. Hát ez ennél biztos a bevétel, ennél biztos a bevétel állítólag hát nincsen. Most a tanulságot, de, most... Ezért mondom, hogy ez megtörtént, de hogy... De ugye az elképzelés, aminek én nagyon örültem, és kükütőjött, az az, hogy amit te mondasz, hogy át kell alakítani a forrás oldalt. Azt mondani, hogy kevesebb legyen ez a bizonyos, vagy bejön, vagy nem jön be, és több legyen a tagdíj, a részvénytársaságnak a részvényesi bevétele. Ez az, amit, és azt gondolom, hogy ha ez létezik, ha ez igaz, hogy ez meg tud történni, akkor ez stabilizálhatja a kerékpáros klubnak a pénzügyi működését. Sőt, mivel a cashflow problémáról van szó, ezért, hogyha megtörténik... Még alkalmas, mint a mostani cashflow-ni segített. Nagyon jó helyzetbe is kerülhet a kerékpáros klub, és ez tök béna helyzet, de ez van, hogy ebből, hogyha most, mit tudom én, szeptember végén megjönne az, ami kint van egy éve, akkor egyszer csak... Aminél naponta dolgozunk. És mondjuk belép a, mit tudom én, X tag, és mondjuk, vagy befolyik X adomány, akkor az egész átcsap egy olyan helyzetbe, amikor mondjuk el lehet kezdeni szervezetépítéssel, vagy bármivel foglalkozni. Most én egyébként azt mondom, hogy ebben tök igazad van, hogy ezt nem kéne feltétlenül ilyen Hübel a Balázs módjára, csak közben én nagyon-nagyon kockázatosnak tartom azt, hogy kivárjunk, és hogy a tökéletes ívét vegyük fel ennek a dolognak, mert a tökéletes ív az, ahogy én elmondtam, én azt látom, és ebben hittem az elején, hogy ez egy év. Tehát egy év alatt el lehet végezni a kerékpáros klubba azt a munkát, hogy utána ehhez kapcsolódni tudjon a kettő. Erre nincs egy év. Most kb. Ott tartunk, hogy meg kell menteni a kerékpáros klubot ma. Azt is csináljuk, hogy nem mentjük meg, csak avval szerintem megy a levesbe a kritikám ezt is úgy, ahogy van, plusz egy csomó eddigi munka. Én nem gondolom, ami szerintem olyan érték, hogy ezt így nem lehet ebből így hazárdírozni. Tehát... Ez egy kényszerpályának érzem. A másik az, hogy ami konkrét forintosítva, az, hogy 6000 forint nagyságrendileg a kerékpáros klubnak a tagsága, ha tagságba gondolkozunk, és de ez egy tök jó felvetés, hogy adomány vagy tagság. Adomány nem jön. De mondjuk, hogy tagságban gondolkozunk, akkor 6000 forint a egy tagnak az éves tagdíja, és ez a 6000 forint, ez nagyjából 2000 forinttal kevesebb, mert 2000 forint, forint marad meg, így van. Igen, mert az elmegy adminisztrációra, Európai Kerékpáros Klub tagsági díjra. A biztosításra? Biztosításra, meg kártyára, meg postára, meg nem. Tehát kb. Nagyságrendileg 4000 forint marad, ami azt jelenti, hogy én abból indultam ki, hogy 3500 tag kellene a kerékpáros klubnak ahhoz, hogy fenntartható legyen. Most ebből megvan 1290, azt mondta János, tehát 1300 tag megvan, 3500 tagnál lenne úgy fenntartható a kerékpáros klub, nagyjából, hogy 4 alkalmazottal a jelenlegi dolgait tudja intézni, és tökre jobban tud foglalkozni azzal, amivel részben igazán kell. És ez kicsit most mindenhoz beszélünk. Tessék? Ez tűzoltás, tehát ez a cashflow probléma, ez megoldódna kényelmesen. De hát 3500 taggal. Hosszú távon, nyilván hosszú távon a következő probléma, hogy most befizeti, rábeszélünk mitől mindenkit, elhiszik, hogy a két szép szememért írta valaki, két szép szememért, vagy az érvelésért, vagy a kényszerhelyzet hozzám hasonló felismerésért, elhiszi mondjuk
az a szükséges 2000 ember azt, hogy most áldoznia kell erre, belép. 2000 ember az 8 millió forintot be fog fizetni. 8 millió forintból megoldódik a kerékpárosoknak ez a problémája. Ha bejön, rendeződik a helyzet, akkor utána ebből tud gazdálkodni, eltenni, stb. Akár újra tud projektet is vállalni, akkor, hogyha van erre tartaléka. Tehát ez megmenteni a kerékpárosklubot, és innen lehet kezdeni szerintem egy olyan viszonyt, hogy ez a 2000 ember pluszban, ez egy ilyen, mit tudom én, a durván mondjuk a feje fölött lógó balta a László Jánosnak, azért, mert jövő ilyenkor, mit tudom én, szeptember 1-én a most belelkesülő 2000 ember vagy hosszabbít tagságot, vagy nem hosszabbít tagságot. És az a helyzet, hogyha László János által vezetett most kerékpáros klub jól dolgozik, akkor fog hosszabbítani tagságot, hogyha ezt megéri, jó üzletnek tartotta, úgy érzi, hogy megadták azt, amit kellett neki, hogyha nem, akkor ugyanebben a problémában fog állni a kerékpáros klub jövő. Ilyenkor szerintem ez érdekelté teszi a kerékpáros klubot abban, hogy olyan szervezet legyen, ami már egy alkalmas szervezet arra, hogy a kritikám ezzel összenőjön jobban. Hát is meghallgatni. Jó? Mert nem senki nem adományoz. Ezt most nem tudom, hogy lekeresek volni mindent. Amióta megnyitottuk az adományablakunkat, megértünk azóta, aztán jött hát 10-20 ezer forint. Nem tudom, az adomány... Vállalatok egy-kettő adományozatok, szóval rászoltam. Ezt én nem osztom. Nem. De. Jó, hát... Ennek két gondolatom ehhez. Igen, bocs. A Greenpeace ebből él ma. Adományokból él, nem tagokból. Hát igen, annak az adománynak ügynöki hálózata van az egész világban, és az ügynökök 20% jutalékot kapnak. Okay. Minden egyes befizetett adomány után. Ez is egy fontos kérdés. De engem tökre érdekelne, hogy ki mit gondol erről a dologról. Hosszú távú megoldásként lenne érdekes. Kérdés. Hány kerékpáros klub? Egy. De szóval, hogy kerékpáros szervezet? Civil... Kerékpáros szervezet van sok. Budapesten is, az országban is. Szerintem több száz. Budapesten is van helyi túraegyesületek, helyi érdekvédelmi egyesületek, vidéken nagyon sok van. Sportolók, szabadidősök, nagyon sok. Nem látom különben azt, hogy mi az, ami ide... Köszönöm. Hova? A kerékpáros klubhoz? Ez a kerékpáros klubhoz. Melyik kerékpárosokat építették azért? Mert lesz jobban kéne. Sehol nem látom. Igen, egyébként én igen, igen. A kampány akkor ilyen, hogy egy fotó, András Júk, szeretnéd? Igen. Most ezen a kampányon gondolkodtunk, akkor persze, meg előtte is. Pontosan tudjuk, hogy én pontosan tudom, meg a kollégáim pontosan tudják, hogy miket csinálunk, és pontosan tudjuk, hogy senki más nem tudja. Igen. Szerintem ez a legsúlyosabb probléma, amin egyszerűen én eddig nem tudtam változtatni, aminek két oka van. Az egyik, hogy valószínűleg én nem értek hozzá, és nem sikerült találni olyan embert, aki ezt meg... Kettő, a pénz. Mert teljesen nyilvánvaló, 50 darab City Poster az remekül megoldja ezt a problémát, amit nem tudunk megengedni magunknak. Azok a... Az e-mailek... Mint ahogy most is. Igen. Ugye, ezzel is nagyon sokat beszéltünk, hogy ezt is meg kell oldani. Ez egy szemléletmódbeli kérdés, abszolút. Ez egy szemléletmódon beli kérdés. Tehát itt van az pont, ez a szemléletmódbeli kérdés az, ami szerintem a problémának a fő oka. Tehát gyakorlatilag ebben virágzik ki a probléma. Ebben gyökeredzik. Valaki azt gondolja, hogy nem kell? Nem. Én mindenki tudja, hogy kell. Mindenki tudja, hogy kell, de a kerékpáros klub az
gyönyörű beszámolókat ír minden egyes uniós projektje, én egyet sem láttam, de biztos vagyok benne, hogy gyönyörű 30-40 oldalas anyagok születnek arról, hogy hogyan teljesítette a bringázza munkába a kampányt az uniós pénzből. Biztos vagyok benne, hogy minden más ilyen uniós forrás egy gyönyörű pedáns elszámolás van. Azért, mert onnan kapja a pénzt. Azért, mert ettől függ a működése. És azért nem számol el. Muszáj. Azért, igen, muszáj. És mert onnan, mert különben éhen hal. És azért nem készül el ugyanez a pedáns beszámolás, meg stb. A budapesti, meg az országos bringások felé, mert nem függ tőlük a működése. És most az a helyzet van, hogy ez egy kényszerhelyzet, hogy most csak igen, csak rá van szorulva azoknak a támogatására, akiknek nem számolt be arról, hogy mit csinál. Tehát ilyen szempontból én azért mondom azt, hogy ez egy nagyon jó probléma. Tehát ez a válság hozza mindig a megújulásnak a lehetőségét, ez egy tök jó közhely, és itt tökéletesen ül, hogy most felismerhette a kerékpáros klub azt, hogy ez évekig, amit vetett, azt most aratja, és ennyi. És most el kell vetni máshova is, és majd onnan is lehet aratni. Ennyi. Hadd kérdezzelek téged, hogy te most azt mondod, hogy ahogy most. Te most a CM-en lévő levélre, vagy MK-tól vagy, és kaptál levelet? Nem tudom, hogy ez a CM. Te most honnét tudsz erről a... Hát egy e-mail érkezett. Kitől? Mi a feladat? A kerékpáros klubtól? Te kerékpáros klubtól vagy? Akkor kaptál? No, látod. Most kaptál, te régen kerékpáros klub tag voltál. Kaptam véletlenül, tegnap kaptam. Igen, azt a kerékpáros, mert régen valamikor igen. Te tag voltál, és most minden régi tagnak kiküldtünk. Ez a levél, csak hogy nem, itt nem elvi... Én leveleket szívesen. Igen, tehát nem elvi problémáról van szó, hanem idő. Az a levél, amit te kaptál, azt én fogalmazgattam, nekem ez egy hetes gondolkodás volt, hogy mi az a mondat, hogy azt, hogy például havonta egyszer egy hírlevél menjen ki, ezt egyszerűen 3 éve nem vagyunk képesek tisztességesen megoldani, ami borzasztó. Tehát itt nem arról van szó, Kükő azt mondja, hogy szemléletbeli különbség. Nagyon fontosnak tartanám, hogy pontosan tudjál róla, hogy melyik az infrastruktúra, aminek az közünk van. És nem tudtuk eddig megoldani. Nagyon remélem, hogy a mostani új vezetés, meg a sok-sok ember segítsége. Ezért most én vagyok a felelős. Talán ezért. Talán ezt változtatni fogja. Én ezt most így magamra vállalom. Tessék? Hát meg az egész város egész másként néz ki, és 2006 óta ez az, amit csinálunk. Hat éve az Andrássy út, az egy... Jobb. Jobb, ez a jobb. Az, hogy a kiskörúton most kerékpársáv van, az, hogy nem tudom, hol laksz te? Hol laktok? Az, hogy a Bulcsó utcában ott a kerékpársáv, az, hogy a 13. kerület tele van kerékpártárolókkal, az mind annak következménye, hogy dolgozunk. Egyirányúkkal. Hogy a 30-valahány egyirányú utca többek között kint a 13. keretben. Ez mind az, hogy a Kresszben... Abszolút. Na most a mostani kampányban, ebbe a konkrét taktobozó kampányban beszéltünk arról, és azt valószínűleg végig is fogunk csinálni, hogy kis videók lesznek a YouTube-on, minden egyes izéhez odáll valaki, és leüt egy táblát, hogy na ez ekkor kerékpároskok közbenjárására. Ezek nem tudom. Jött olyan ötlet, hogy adjuk örökbe ezeket, mindegyik a érdemes aktivistáról nevezzük el az Andrássy utat, mit tudom én, stb. De ez is, azért kérdezem, hogy te hol látod, mert te most kaptál egy hírt, mert valami közöd volt a kerékpáros klubhoz eddig. De mi van azzal, akinek soha semmi köze, se a Critical Mass, se a kerékpáros klubhoz nem volt. Ő neki kell az óriás plakát, azt még nem tudjuk. Hát, hogyha alulról indulna az egész, hogy a területi szervezetek kicsit erősebbek lennének, mert az, hogy most olvasunk egy levelet, hogy hát szarba van a Magyar Kerékpáros Klub, mert nem kapnak fizetést az alkalmazottak, ez az átlagembert annyira hidegen hagyja, hogy ez valami elképesztő. Világos. Viszont, hogyha a területi szervezetekben lenne egy-két ember, aki elmondja egy-két embernek, hogy ez egy jó dolog, csináljunk közösen valamit, és ők belépnek, akkor ez már megindítana egy ilyen öngerjesztő folyamatot, ahogy fogalmaztál, és akkor megoldódna ez a probléma. Ott a probléma, hogy az egy-két ember, aki ezt bevállalná, vagy be tudná vállalni, azok már elfáradtak.
nagyon sikeres. Ott van a jó példa, ott vagy rossz példa Délpest, hogy azok, akik csinálták annak idén aktívan a Délpestet, most például a Kisokossal kapcsolatban is, egyszerűen nem találtak embert arra, hogy segítsenek a Kisokost terjeszteni. Meg kellene értetni velük, hogy most krízis helyzet van, és ha most nem segítenek, akkor leúszhatják a rolót. Egyszer segítsenek, behozzák az embereket, akik aktívak lesznek, és akkor ilyen megy minden, hogyha a központ is odafigyel területi szervezetekre, hogy a területi olyan szervezetek is nagyobb hangsúlyt kapnak. És a promó videók is lehetnének. Nagyon, most ez az e-mail, amit te kaptál, én ma gyakorlatilag fél napig körülbelül 100-110-en válaszoltak is tök jól, és csomó nagyon pozitív dolgot is mondtak, meg egy csomó olyat is, amit majd ide föl kell írni. De olyat is kaptam, hogy hagyjatok békén az üzenetekkel. Tehát, és a CM-en is most ebben a fórumban volt olyan, aki azt mondta, hogy jó lenne több hírlevelet, volt olyan, hogy hagyjatok békén a hírlevelekkel, naponta 20 hírlevelet kapok, semmi. És kitörlöm. Ugye? Ennek százalék van. Kitörlöm, nem zavar. Nagyon sok ember zavar. Nem baj az. Gyanús, ennek megvan a technikai formája. Azt mondja, hogy leiratkozik róla. Végre oda vagy tematizált hírlevelek vannak. Van olyan, amit évente hírlevél, egyet, vagy, remélem vagy menni fog, kap a remélem mentan, menni fog. És aztán a többiről az ilyen információkról meg leiratkozhat. Mondhatok-e valamit a területi szervezetekről? Pillanatra, ezt tenném hozzá, hogy én például a BAM kapcsán, meg más projektek kapcsán, amikor megy egy ilyen hírlevél, több levelet kapok, hogy írjál le, mert le akarok iratkozni róla. És ott van a levél alján leiratkozás. Tehát, hogy ilyen szinten vannak olyan emberek, akik zavar a hírlevél, de és nem még az azt ajánlás, látja meg a hírlevélből, hogy le lehet iratkozni. Na most ez azt jelenti, dehogy nem kell, mert utána egy fórumon, egy Facebookon már látjuk, hogy ez a rohadt kerékpáros klub állandóan nyomja a hülye igéjét, és nem hagy békén. Ez is megtörténik, és ma már a Web2 nagyon fontos, hogy ott ne a negatívak jöjjenek az emberről. És ezzel foglalkozni kell, hát heteket néha, amikor... Ja, ez az ember, aki kapja a hírlevelet, abból induljunk ki, hogy ez megadta valamikor az e-mail címét. Tehát, hogy én azért másnak tartom azt a spamet, amikor egyszer beesik a postaládámtól a hajnövesztőszer, meg másnak tartom azt, amikor én megadom a Bánfinak az e-mail címet, és... Ekkora betűkkel írtam, ő volt az egyetlen. Szuper. Hagyjál békén. Töröld le, kész. Ki kell törölni, ebben szerintem tök becsületesnek kell lenni. Következő... Te ismered a Katát, nem? Következőt nem kell elküldeni Pirok Katának. Ennyi. De mondom, figyelj, ők megadták. Tehát nem, a szégyenlősnek azért nem kell lenni, mert amikor valaki megadja az e-mail címét, akkor azt nem azért adja meg, hogy nekünk meglegyen, vagy a vitrínbe legyen, hanem az, hogy levelet. Az szóval, hogyha egyszer azt mondja, hogy le akar iratkozni, mondjuk ez a köteles vagy tudomásul. Akkor lenni. Igen, hát mert innentől kezdve meg keményen büntetnek érte. Semmi baj, igen. Szóval és a területi szervezetekről itt szó volt, és ha megengedett, mondanék történelmit, mert az nem úgy van, vagy volt, hogy ezek gyakorlatilag nem voltak, vagy alig voltak, vagy nem működtek. Tehát a 2008-ban kezdtünk, 2007-ben kezdtünk intenzíven területi szervezetet, és mindegyik területi szervezetnek volt egy nagyon erős felfutása, amikor ők elkezdtek helyi eseményeket csinálni, taktoborozni, túrát szervezni, volt amelyik igen, volt amelyik nem. És egytől egyig mindegyiknél elveszett a motiváció, elfogyott az egy-két ember, más dolguk volt, Észak-Pest, aminek mi is tagjai vagyunk, megtörtént három, most már harmadik ilyen púpnál tartunk, amikor új csapat elkezd építkezni. És tök jól megy ettől, és ez most megint tök jól megy, de volt egy éves szünet abban is, amikor most, de mindegyiknek ugyanilyen hullámja volt, és ennek számtalan oka van. Észak-Budánál volt egy ilyen fájó pont számomra, legalábbis, hogy én aktívan részt vettem, de nem voltam MK-tag, de nagyon szívesen segítettem nekik ott, ahol tudtam. És volt egy ilyen vezetőségválasztás, akkor egy olyan ember került oda, aki egy nagyon megosztó személyiség volt, és így az ott így lefelezte a tagságot. Most melyik volt a három közül a megosztó? Mely háromról vett tudok vezetőről? Aki, emlékszem már a nevére. Az, aki a túrákat szervezte, nem? Az, aki a túrákat szervezte, nem a Bence. Nem a Bence, és nem az András, hanem a... Igen. Hanem a harmadik. Igen. Aztán ő is megsértődött, és ő is itt hagyott minket. Az Észak-Buda az úgy meghalt, pedig... Most a Bence kezd valamit megint. Aktív dolog volt. És igen, így van. Aktív a Bence megint? Hát nem tudom, azt hiszem, remélem talán. Mit tudom én? Ez egy lehetőség. Öt iskolája mellett.
ez egy lehetőség, és ez, valószínűleg kényszerrel nem tudunk mire jutni. Szerintem ami erőt adhat, az az, hogy Észak-Pestet végignézve, hogy van, Észak-Pesten szerintem van annyi aktív tag, hogy, hogy mindig, mindig legyen benne egy kis töltés. Ez szerintem a siker kulcs. Egyik kulcsa, a másik meg az, hogy időben mondjon le az, aki, vagy, vagy kicsit így éreztessék vele, hogy aki, ne, aki vezeti a szervezetet, de nem tud már teljesen odafigyelni rá, az időben vonja le a tanúságot, és adja át a helyét. És utána legyen, aki jelentkezik helyette, de ez már megint ugyanaz a probléma, hogy hány tag van, mert abból lehet meríteni. De ez egy ilyen probléma szerintem, hogy ez a kényszer, hogy válasszunk egy vezetőt. Mi lenne, hogyha mindenki vezető lenne, és akkor meglegyenek a feladatok? A vezető az egy feladat. Tehát a vezető az szerintem nem egy poszt, egy pozíció. A vezető az egy olyan, aki mindenkinek, amin átfolynak azok az információk, ami szükséges ahhoz, hogy elmegy tárgyalni valakivel, és akkor kell tudnia mindenről, ami a szervezetben folyik, és ha képviseli azt valaki felé, akkor utána következetesen érdemes, hogyha a legközelebb is ő képviseli ugyanaz felé, a politikus felé. De azt én sem gondolom, hogy mindent a vezetőnek kell, sőt, a kiégését okozza az, hogyha minden egy vezető... Megsértődéseket, abszolút, így van. A csapatot, akik adott esetben szintén jó vezetők lennének, de megsértődnek. Mert így van. Sőt, azok hagyják ott először, mert egyébként azt kell mondani, hogy ez aktivisták között van egy olyan, ez egy ilyen örök probléma, hogy az aktivisták azok már egy szűrt csoport, egy olyan csoport, amelyik tudatosabb az átlagnál, sőt, mivel 100 emberből mondjuk egy aktivista típus, ezért ők nagyon tudja, hogy mit akar. És ezek az emberek találkoznak egy szervezetben, és egyik jobban tudja, hogy mit akar, mint a másik. És ezek nagyon, tehát ezt nagyon nehéz kezelni, hogy nagyon tudatos embereket összeszervezni egy csoporttá. Tehát, mert hogyha nagyon akarja, hogy merre menjünk, és ha nem arra megyünk, akkor azt nagyon nehezen viseli el, mert nagyon meg van róla győződve, hogy arra nyomni kell. És, hát ez egy mindenhol így van. Igen, csak ez korábbi évek tapasztalat az, hogy ilyenkor nem biztos, hogy az volt a kommunikáció, hogy megmondtuk, hogy miért nem arra megyünk, mert azt mondtuk, hogy erre megyünk, és kész. Hát igen. És erre nagyon jó példa volt az egyik elnökségi ülés, amin azt kaptuk meg Visszhangnak, hogy az elnökség végzi a munkáját, nem Jánostól, mondom, Kükütől, hogy nem kell 1200 beszóló ember, aki megmondja, hogy merre menjen az MK. Viszont ha elvárjuk azt, hogy részvényesek legyenek a tagok, akkor minden elnökségi tagban tudatosítani kell ezt a, hogy ez nem ez a gondolkodás mondja jó. Ha teszem azt a kritikám eszembe, belépne egy csomó ember, és őket besorolják a területi szervezetekhez, de mondjuk az adott területi szervezetben tartozna, nem aktív éppen, akkor én azt gondolom, hogy... Nincs besorolás, nincs besorolás, te jelölöd be. Te odalítva vagy akkor. Jó, akkor bejelöli az emberket, és mondjuk az a TS, az nem aktív. Akkor szerintem a központnak kéne ezeket az embereket így megszólítani, hogy ki az, akinek van kedve esetleg megnézni, hogyan kell egy túrát szervezni, vagy csinálni egy programot, és akkor az emberrel el lehetne indulni, és a nem... tevékeny tagokat is bevonni egy cukrászdába bringázásra, bármire. Funkcionálisan erre János azt szoktam mondani, hogy ott van a honlapon, és tényleg ott van egy ilyen menüpont alpontja, hogy önkéntesség, és ott megtalálható az, hogy mitől lehet a kerékpáros klubban fordítani, lehet, mit tudom én, egy csomó mindent lehet, ott van felsorolva egy csomó dolog. És ott van felsorolva, pont megnéztem a fordítást, amit valaki ott reklamált a hozzászólók közül, 2011. szeptember, október, november. Az összes dolog akkor született, és azóta meghalt. És ez egy tipikus eset annak, hogy ott van a honlapon. Minden fönt van, de mégsem. Én is ugyanezt akarom mondani. Igen, hogy ezt állandóan újra és újra kell mondani. Újra. Ez olyan, mintha azt mondanál a magyar tanár, hogy én már 25-ször elmondtam, hogy mit kell elipszilonos évvel írni és pontos évvel írni, de még mindig nem tanulták, meg én most nem mondom el többször. És ezért kell itt az MK szerintem, ahol most tart. Mert úgyhogy újra meg kell írni ezeket az embereket, azokat az embereket megszólítani. Igen. Nincs MK, kerékpáros klub van. Akkor magyar kerékpáros klub. De ez olyan, szabad szóval... Hát ezért adjuk a tagdíjat, hogy ezt csinálják. Én tudom, hogy sok energia lehet, viszont ezt egyszer kell megcsinálni. Ahhoz. Nem annyira sok. Nem egyszer, hanem mindig. Igen, nem annyira sok energia. Jövő héten jön egy újabb, mint te.
És neki is. Nem, az annyira egyszerű, hogy szerintem ez konkrétan ilyen határidő naplóba beírható szintet dolog. Akkor kéne még egy ember, aki ezzel foglalkozik, hogy életben tartja ezeket a kis csoportosulásokat. Itt áll meg a folyamat. Meg még egy ember. Itt van az az ellentét, amikor fölmerült a kérdés, hogy csökkentsünk el létszámot. Tehát, hogy ez, az egyik oldalon csökkentsünk létszámot, a másik oldalon meg kéne plusz ember, aki ezzel foglalkozik. Szóval most, hogy ezt elküldtem ezeket a leveleket, most, hogy elküldtem, ez körülbelül kiment 2000 embernek levél most, amit te is láthatok. Kint voltam a Német Kerékpáros Klubnál, ahol egyébként 10-valahány ezer tag van, tehát mondjuk 10-szerese a tagságnak. Ott van két függetlenített állású ember, akik a nap 8 órájában, ők tényleg csak 8 órát dolgoznak, a tagság ügyeivel foglalkozik. Tehát őket azért fizetik, hogy minden egyes taggal leveleznek, segítenek, kérdezni lehet. Ez kéne, ez is kéne. Legalább... Mit? Hát az mindig, ugye, az ingyen munka, az veszélyes játék. Van, sokan vannak nálunk önkéntesek, sokszor vannak önkéntesek. Andi itt ül mellettünk. Andi például évek óta önkéntes a kerékpáros klubban, és csinálja elképesztően fantasztikusan a rendezvényszervezéseket, tényleg. Na most olyan, mint Andi, a tapasztalatunk szerint minden harmadik évben találkozik egyel a kerékpáros klub. Ez nagyon ritka, hogy valaki ennyire kitartóan, nem elkeseredve, nem odavágva, elegem van az egészből, és megyek máshova, csinálja önkéntesen a dolgot. De valamit mondhatok? Megint ellent akarok neked mondani. Ez lehet? Belefér ebbe? Nem. Vett ki. Igen. Hogy valószínűleg az legnagyobb probléma az ellentmondás az autoklub, nem autoklub rendszer kérdésében van. Az autoklubnak, a magyar autoklubnak van kb. 100 000 tagja. Most már évek óta stagnálva csökkent. Egyetlen egy autoklub tag sem szeretne beleszólni az autoklub életébe. Vezetőség nagyon szeretnék, mert csinálják a maguk bizniszeit. Ezzel szemben 100 000 tag azért tag, mert hogy kapnak érte csekkfüzetet, meg szolgáltatás, meg sárga angyalt, meg ezt csak és kizárólag 100 ezerből 100 ezer ezért tag. És ez működik. Azt mondod te, és én most nem is akartam a célom is hozzászólni, mert nyilvánvalóan ebben a szemléletben van a legnagyobb probléma is, és az a szint, ahol most vagyunk, az aktivista szint, ezt sose fogja elfogadni, és valószínűleg nem, nekem feloldhatatlan az ellentmondás. De János, az autó... Hadd mondjam végig, hogy mi, mert nem mondtam végig, hogy mi az ellent. Az ellentmondás abban van, hogy milyen tagság fenntartható. Az a tagság fenntartható, ami fizet valamit, és kap érte valamit, vagy az a tagság fenntartható, ami az ügyet támogató, miért fizetek valamit. Ez az alapkérdés. Amikor a 2006-ban megfogalmaztuk a kerékpáros klubot, akkor azt mondtuk, hogy mi felépítjük a kerékpáros magyar autóklubot. És rögtön elkezdtünk szolgáltatásokat felépíteni, és a vizsgálatok, amiket csináltunk, azok ilyen 70%-ban azt mondták, hogy azért lépek be, mert hogy a biztosítás. Ami, és én ezt tudom, ez ebben nem mondunk ellent egymásnak, szerintem egyrészt szerintem mind a kettő áll. Nem tudom, hogy ez egyezik össze, ez a kettő. Szerintem úgy egyezik össze, hogy én, mint aktivista, én azt szeretném, hogyha a kerékpáros klub az ellenőrzésem alatt állna. Azért szeretném azt, mert hosszú távon én azt gondolom, nem csak azért, mert ez ilyen hatalmi idő, hogy az arra menjen a kerékpáros klubba, mert én akarom, hanem az is, hogy én úgy tekintem ezt a szervezetet, mint egy célért működő szervezetet. Ami a cél, az szerintem nem önmagában egy non-profit KFT, hanem szerintem ez a cél az, hogy a kerékpározás Budapesten elterjedjen. És ezért én nagyon tartok attól, hogy egy idő múlva
egy vásárlói klub lesz a Magyar Autóklub, mert nézzük meg, hogy a Magyar Autóklub az utóbbi X évben mit tett a magyar autósokért. Semmit. Nem is érdekli. Tehát igen, vagy biztos valamit tettek, de arról nem is tudunk, mi autósok. És az a helyzet, hogy én ezt nagyon nem akarom, lehet, hogy ezt a 110 éves autóklub akár már megcsinálhatja, de én biztos vagyok benne, hogy az elején, amikor 110 évvel ezelőtt, nem tudom, autóutakat kezdtek építeni, akkor nem így működött. Ez így boríték van. Amikor létrejött az autóklub, megnéztem, elég sokat olvastam, az egy ugye 110 év, amikor indult az autózás egyáltalán, nem csak Magyarországon, hanem Európában is, akkor az egy gazdag emberek, társadalmi, magasabb pozíciónak embereknek a tevékenysége volt az autózás, és tartozott hozzá, ez a társadalmi jelenséghez tartozott egy, mi klubba szerveződünk, mi egy csapat vagyunk, bezárjuk magunkat, jelezzük magunkat, tehát az egy klasszikusan társadalmi csoportosulás volt, és aztán ügyesen átalakult az egész világban egy szolgáltató szervezet. Hát ahogy elérte a célját. Létrehozták a saját szolgáltatói szervezetüket, mert azt mondták, hogy nekünk erre szükségünk van, és ki elkezdett terjedni, és mindenütt a világon. Na én úgy tekintek erre, hogy ez egy nagyon, tehát ez a jelenség, hogy az emberek hajlandóak csoportba tömörülni szolgáltatásért, én erre úgy tekintek. Nem, akkor nem a szolgáltatási csoportosult az eredeti, az a nem, összetartozásért. Most ez, tehát hogy hajlandóak a kerékpáros klubba belépni emberek azért, hogy mert mondjuk a olcsóbb a kerékpárszállítás, vagy nem tudom, kapnak kedvezményt a hamburgeresnél. Én most azt gondolom, hogy ez egy tök jó jelenség, amit ki lehet használni arra, hogy ebből finanszírozzuk. Tehát én nem büdös, nekem nem büdös a 4000 forintja annak, aki utána, itt tudom, ilyen Big Mac menüt rendel olcsóbban. Nagyon örülök, hogy finanszírozza a célt. Tudatosan, engem nem érdekel. Használjuk ki. Csak azt viszont, hogy abba az egész civil ügy szerintem bele fog bukni, hogyha a szervezet, amelyik felelős ennek a viteléért, az elszakad a tagságtól. Igen. Meg az ügytől. Mert hát azért az nem feltétlenül ügy, hogy olcsóbb a hamburger. Hát... Mert ezt szeretett volna mondani. Nem. Csak de valamire nagyon így csinál. Minden így működik, hogy most ingyen adok egy tanulmányt, most töltse le, Már ezt most nem értem, valamit kell adni ingyen, és akkor belépni. Tehát valamit kell a pénzért adni. Valamit kell a pénzért adni. Tulajdonképpen nem kerül semmibe. Olyat is lehet adni. De pontosan lehet adni ez egy szöveget. Hát mi adunk egy rakás kedvezményt, az nekünk nem kerül pénzbe. A defektes kerekünket, egy ilyen gyűjteményt kap ingyen, ha ez is el. Ez mind megvan. Ilyen kisokos kapsz ingyen. A raktár tele van vele. Nem, fönt van. Nem jártál a raktárunkban? Hát akkor... Mondom, fönt van a honlapunkon ingyen. Persze. János, viszont van egy harmadik csoportunk is, az önkéntesek. Ha ezt az adókapuk oldalt nézzük, akkor ők vagy pénzt, vagy időt adnak, és ők kérnek érte valamit. Ugyanúgy, mint a másik, aki fizikailag szolgáltatást kér, ő is kér valamit. Egyrészt, hogy tudja azt, hogy mi történik, másrészt, hogy beleszólhasson, mert ez van az alapszabályban, hogy beleszólhat. A másik, ami különbség van az autóklubbal szemben, hogy ott nincsenek önkéntesek. Ott szolgáltatást kapsz a pénzedért, és kész. Nálunk viszont az önkéntesektől elvárjuk azt, hogy dolgozzanak, ők elvárják, hogy beleszólhassanak cserébe. Nem, csak azt, hogy mi elvárjuk, hogy az önkéntesek tegyenek valamit be a közösbe, vagy pénzt, vagy időt, munkát, cserébe viszont ők elvárják, hogy beleszóljanak a munkába. És Jánoséknak, tehát abból szempontból igaza van az elnökségnek, hogy ha közvetlenül... De az elnökségnek nincs akkor... ilyen véleménye, az azért nem igaz. Nem az elnökségnek, nem akarom megnevezni, de konkrétan szó szerint azt hangzott el, hogy ne legyen 1200 ember, aki beleszól a munkájába. Ez lehet, az elnökségnek ilyen véleménye nincs. Hogy ide a telefonba vele. Azért fontos ez, hogy akár az elnökségen, akár az EB, vagy a választmányon keresztül, vagy a TSZ-eken keresztül, vagy az EB-n keresztül működjön a kommunikáció, mert ezeket az infokat el kell jutatni az elnökséghez, és erre az elnökségnek is vevőnek kell lennie. Mondhatok valamit, hogy azért ezek a mondatok és konklúziók már elég sokszor szűkebben, sikörben és vagy irodai körben is elhangzottak.
miért jöttük ide, és mi visz minket közelebb hozzá? Tehát miről kéne beszélnünk? Tehát, mert ezek a mondatok az elég sokszor megfogalmazottak már, hogy és szolgáltatás, és valami, és... Egyrészt én nagyon várom azt, hogy milyen lesz ez a felvétel, mert hogy véleményem szerint több száz ember meg fogja hallgatni. A másik pedig az, hogy valamennyire, most ilyen, tudom, hogy ez ilyen szenyorság, de én magam miatt is hívtam össze ezt a dolgot, mert nekem, én úgy érzem, hogy van egy baromi nagy felelősségem abban, hogy a kritikám ezzel merre felé megyünk. És mivel elég nagy a szavam benne, ezért elég nagy részben függ az én döntésemtől és véleményemtől, és én pedig nagyon labilis és egy nagyon, nagyon necces kérdésnek tartom ezt a pontot, és szeretnék a legtöbb embertől véleményt olvasni, a legtöbb emberrel beszélni. Amit lehet egyébként honlapon is csinálni nyilván, de már most többet ért ez a beszélgetés is, és én tehát tudom, hogy jó sokat beszélek, de nagyon szeretem azt, hogyha elmondhatom azt, hogy én mit gondolok, és nagyon szeretem, hogyha erre látom, hogy mi a reakció. Mert olyan egyszerű a kérdés, hogy a kritikám ez, milyen ez a fő kérdés, és ezt nem is lehet így feltenni, csak így szondázok, vagy radarozok kb. Én. Mit nem hogy lehet feltenni? Ezt a kérdést melyik így, tett? Hogy milyen gyorsan nőhet össze a kritikám ez a kerékpáros klubbal, mert egyébként szerintem ez szükségszerű. És ez a kérdés, ez egy olyan dolog, amit én nem tudok meg tudok válaszolni, csak egyszerűen gyűjtenem kell. Gyűjtenem kell az információt ahhoz, hogy olyan döntés szülessen a végére, ami nem hiteltelen döntés, amire van felhatalmazás, amit így az ember beengedi, olyan, mint amikor a politikus szokta ezt csinálni, hogy fogja, és kiküld egy közvéleménykutatót, aki kikérdezi a nyugdíjas néniket, és elmondják a nyugdíjas nénik, hogy nekik mi a fontos, és akkor a politikus kitalálja, hogy nagyjából mi az embereknek a fontos, akik őrá szavaznak. És ezt tudom, ez a kicsit ilyen eldurvított része, de valamennyire ez így jó is működne. Tessék? Nem. Van a kritikám ezt, és jelen pillanatban van ez a kényszer, ez a szükség, és hogy most milyen állapotban van a két szervezet, hogyan gondolkoznak kritikám ezt aktivisták a kerékpáros klubról, és a kerékpáros klub milyen állapotban van, hogyan gondolkoznak mások is, akik nem kritikám ezt aktivisták a kerékpáros klubról, a kettő összehozható-e, ki fog akadni a kerékpáros társadalom azon, hogy mit tudom én, beléptető rendszer, vagy beléptető aktivisták jelennek meg a CMM 22-én. A réten, a végén, ki fognak akadni azon az emberek, hogyha a matricának, amit osztogatunk a hátulján, van utalás a kerékpáros klubra is, aki egyébként hivatalosan benne van a szervezésében. Nem csak hivatalosan, tudom, az annyira nem hangzik. Hogyha ebből kiborul a bili, és egy óriási veszekedés lesz belőle, akkor az egész semmit, akkor nem érte meg, mert akkor nem csak, hogy a kerékpáros klub nem menekül meg, hanem a kritikám ezt is elveszti a hitelességét, és akkor már segíteni sem tud a kerékpáros klub. Tehát ezt nekem, bocsássatok, még muszáj nekem válaszolni, mi a kökővel erről elég sokat beszéltünk, és ez most valami nem hangzott el, ami nyilvánvaló a te félelmed és óvatosságod. 2005-ben nem volt kerékpáros klub, hanem volt egy mozgalom, amit bőcsítak a kritikám ezt, és 2005 végén azok, akik egy kicsit szervezői voltak, néhányan, azok rájöttek arra, hogy tök jó, hogy most már ki tudunk ennyi embert vinni azért. De ott voltunk egy tárgyaláson, 10, és rájöttünk, hogy nem lehet 10 embernek tárgyalni, kell egy szervezet, aki minket képvisel. És ezt hogy tökre elfelejtjük, és ez mindig kimarad, hogy nem volt két szervezet. Egy mozgalom volt, és szerintem most is egy mozgalom van. És meggyőződésem, hogyha a plakát... Azért hadd mondjam végig, de akkor is muszáj végigmondani, mert ez fontos. Tehát én, de valószínűleg hibát követnék el. Drogos lett a gyerekünk, az én van. Én ezt mondanám. Ez a helyzet. És az egész mostani, egész 2012-ig így dolgoztunk. Tehát szó nincs róla, hogy ez szétvált volna ez a szervezet. Nem igaz. Volt egy nagyon erős tömegbázis, azt úgy hívják a kritikelmez, aki legitimációt adott nekünk, amikor oda mentünk az asztalhoz. Ha megkérdezed azt a tömegbázist,
kerékpárbázist, a 25 ezer emberből ő fogja tudni, mi az a kerékpáros klub. Igen, ez egy probléma, de a tényettől, még tény, de még egyszer elmondom, hogy a tényettől tény, hogy amikor elmegyünk tárgyalni, nekünk ez adja a legitimációt. Most azt érzékeltük, tapasztaltuk és gondoltuk, hogy hát igen, az tök jó, hogy ez a 20 ezer ember ad hátteret nekünk, amikor tárgyalunk. Minket nem lehet kirúgni, nem azért, mert 1200 tagunk van, hanem 20 ezer jön ottan az utcán, és ez a kettő egy szimbiózisban van. És ez adta az erőt ehhez az egészhez. És most rájöttünk arra, hogy ez tök jó, csak éppen a kerékpáros klub nem tud tovább dolgozni, tehát ez a sok ember, aki az a rendszernek a taglétszáma, a legitimációt adó tömeg, jó lenne, ha be is lépne, és jó lenne hozzátenni a pénzét ehhez, az egy rendszerhez. De ez valahogy úgy elmarad. Én azt, hogyha én rajtam volna, én ezt mondanám. De lehet, hogy ez nem jó. Jó. Hát akár, nem, olyan szinten, akár ennek az ilyen illendőségi, nem tudom miért, ezt figyelembe kell venni, hogy igen. Tehát, hogy abszolút. Sőt, akár a legerősebb ellenállás jöhet olyan szervezetektől, akik mit tudom én, úgy érzik, hogy itt most ők benne vannak valamiben, kritikám ezt valamiért, és ez a szervezet, ez most egyszer csak nem azért harcol, amiért ők. És akkor itt nagyon nagy gond van, mert hogy az egész kritikám ez szerintem attól sikeres, hogy nagyjából egyfelé húz. Hát ez nehéz dolog, mit tudom, kitaláltuk egy páran, van egy körülbelül egy ilyen 15 ember, aki ilyen napi szinten levelezik róla, és akkor így dönt, nagyon nem dönt, mert mondjuk én döntök elsősorban, és a Sinya, akiket ketten, és még nagyon sok embernek van olyan szinten beleszólása, hogy ugyanígy, mint ahogy ti itt vagytok, nagyjából ez a struktúra, hogy vannak emberek, akiknek kikérjük a véleményét. Milyen a vélemény az egészről? Amit elmondtam. Fél tőle egy kicsit. Tudja, hogy kell. Én nem tudom, hogy ki ez, akiről most beszél a kükő. Tehát én nem tudom, mert van a Bringai Egyesület, ami a kezdetekben együtt mentünk, és ma már nem létezik, és van az ÖFI, gyakorlatilag nem. Nincs ezzel probléma, csak kifogja azt, hogy a szórólap. És kell a szórólap, és van értelme a szórólapnak, és én... Igen. Jó lenne a technikáról beszélni. És mi a Magyar Kerékpáros hivatalos álláspontja erről a tapsáról? Tehát ilyen szempontból, tehát például a Critical Mass-nek van, mit tudom én, 30-40 ezer matricája, amit kioszt minden felvonulás előtt a bicikli utakon. Ennek a hátulján van egy ekkora felület. Van-e jogunk ezt a felületet arra használni, hogy a kerékpáros klubot megmentsük? Nem a kerékpáros klubról fog szólni, egy mondat lesz erről mondjuk, de van-e jogunk erre, és mit fog szólni mondjuk a Városi Biciklizés Barátai Egyesületnek egy aktivistája, amikor el fogja olvasni? Mit fog szólni az, aki valamiért? Igen. És ha mégis, akkor meg valószínűleg van átfedés, tehát akkor valószínűleg a kerékpáros... A VBB-ben nagyon sok, VBB-ben a régi VBB-esek tagságunk. Rá kell írni valamit. Miért gondolt, hogy nincsen jog? Mi? Hogyha folyamatosan... Lehet, hogy van jogunk. Én ezzel foglalkozok 3 hete, hogy ezt megállapítsam. Abszolút, de ezt én magamnak bizonygatom, és ha te most itt fölállsz, és kikéred magadnak, akkor azt mondom, hogy az Ubi kikéri magának. Hogyha itt föláll 3 ember, és kikéri, akkor azt mondom, hogy nagyon el kell gondolkoznom azon, hogy én mit akarok, mert egyáltalán... Oké, de ott jó, 15-en van. Ez a csoport, ez nem reprezentatív. Abszolút, de... Jó, hát 200, de ez egy fórum. 260 bejegyzés volt a honlapon, 260 ember, mondjuk az... Csak az nem, igen, az hogy utólag akarjuk megmagyarázni, mondjuk hogy 30 miért kérdezem a matricára, vagy előre tudjuk ezt kommunikálni. Saját magát szeretnék igazolni.
Nem akarok olyan döntést hozni, amit utána azt fogják mondani, hogy én a hasamra ütöttem, és elvittem 20 ezer embert az erdőbe. Jó, Küki, most van más választás, de egyébként most már így elkezdődött az egész. Szerintem... Miért ne lenne? Van. Nem csinálja. Van, abszolút. Sőt, ez a kellemesebb változás, mert ki viszem arra kritikálom ezt, mert eddig is, ezért tök jó, nagyon menők leszünk, csak az egész ezért tönkre megy. Erről írtam egy bejegyzést, az olvastátok, hogy meg lehet különböztetni a kettőt. Tehát úgy, hogy... Kicsit hangosabb lecsen. Jó, tehát a kritikálhasznak azért van egy olyan ilyen hülye gyerekes imidzse, hogy kimennek az emberek és akkor bicikliznek, de hát ennek semmi haszna nincs. És biztos, hogy van sok olyan ember, aki nagyon szívesen részt venne egy komoly érdekképviseleti munkában, de mondjuk nem akar kimenni a cégnek biciklizni, nincs kedve, meg... Igen, olvastam. Igen. De ennek a másik oldala, hogy a legtöbb bringás nem azt látja, hogy a háttérben ott dolgozik 365 napig a kerékpáros klub, hanem azt látja, hogy a Küki megy elől, mögöttem egy 30 ezer ember, és ezért épülnek a kerékpárutak. Így van. Sajnos. Mert ezt hiszik róla. Ez a baj, hogy ezt hiszik. Ez egy hiba a mi részünkről, ez egy hiba, hogy ezt hiszik. Abszolút, igen. Én is így gondolom. Amit te mondtál meg, amit írtál, azt akartam is kérdezni. Ez oké. És tényleg van olyan, hogy a CM-et kicsit már cikinek is tartják sokan. Hogy érem el őket? Ugye megint ugyanott vagyok az elején. Hogy érem el őket? Ő nem olvassa a CM-et, nem olvassa az MK oldalt, nem olvassa a Facebookot, tök más csinál, hétvégén kimegy biciklizni. Ugye ki kéne? Te? Tessék? Weblapokra reklámokat, és akkor rákattintam. Igen. Szerintem meg pont rajta keresztül. Tehát ő tud erről, és ő továbbadja. Ez az elsőleges. Akkor sokan megnézik. Mármint olyanokat is, akik megnézik, és akkor megint nem megyek el, vagy... Most a CM plakátokról, matricákról beszélünk. Van-e értelme azzal foglalkozni, hogy minket ki nem szeret, miközben van 20 ezer ember, akiből van olyan, akiből biztos, hogy ott van az a szükségű ember, aki akár bankigazgató, meg nem tudom, tehát hogy nem hülye gyerek, de tudja, hogy... Eszébe hogy, nincs kijönni a CM-re. Hogy kell neki ez a dolog, megérti azt, hogy a kritikám ezt nem hülye gyerekeknek a hordája, és mert én összességében inkább azzal találkozom, hogy valamiért utálja a kritikám ezt, akkor általában nem az a lényeg, hogy tudja, hogy mit csinál, és így eldönti, hogy ezek hülye gyerekek, hanem általában az van, hogy valami ilyen lehülye gyerekezi őket. Miközben a gyakorlatilag a másik oldalról azt látni, hogy egy nagyon erős elismerés veszi körül, mert a politikusok rá vannak cuppanva, a hivatalnokok rá vannak cuppanva, a kerékpáros klubban, amikor tárgyalnak, akkor teljesen vigyázva állnak azért, mert a kerékpáros klub elmondja, hogy mögöttünk van x ezer ember, és hát az van, hogy ebben annyira nem izgat, hogy ki mit gondol erről. Szerintem ez egy nagyon erős szervezet, és hogyha az a mozgalom, a kritikám ezt, és hogyha azzal foglalkozunk, nagyon belemerünk, hogy ezért ne lépjük meg ezt, mert hogy esetleg összekötik a kettőt negatívan. Itt azt mondom, hogy valami ez civilizálhatna azok számára. Lehet azt mondani, hogy nem kell eljönnöd, támogathatod máshogy is a kerékpárt. A jó dolognak tartod azt, hogy normális utak épülnek, meg de támogasd a mozgalmat. Na igen, ezt lehet a matricára írni. Egy ilyet rá lehet írni a matricára. De ez a következő szint, az a hogyan győz meg azokat, akik nem mennek el a CM-re. Most az a kérdés, hogy akik elmennek a CM-re, azok előtt hogyan tudod... Nekem mind a kettő egyforma kérdés. De most erről eszembe jutott valami, hogy azok számára, akik nem jönnek el, azok számára nem éppenséggel a kerékpáros klubbal való azonosság hangsúlyozása az magasabbra pozícionálja, elfogadhatóbbá teszi. Ja, ez nem csak egy hülye gyerekek felvonulása, hanem ez tényleg egy mozgalom, aminek például van egy szakosított intézménye. Igen. Ugye, tehát ezért, és ez az igazság, tehát ezt elmondhatjuk 28-szor, hogy jaj, milyen, de ez az igazság. Kritikám, ez szakmai szervezete a kerékpáros klub, ami bajban van. Megtehetjük?
Hát de nem ez az igazság, Gábor? De akkor ezt a kérdést, most mit csinálják, szavazásra tegyen fel ezt a kérdést, el kell dönteni valahogy. Én most én is ezt kezdem érezni, hogy nincs ellenállás ez ellen. Én ezt én érzem, hogy nincsen érdemleges ellenállás, sőt, de akkor ebben döntést kell hozni, és én ezt nem mertem felvállalni egyedül. Most itt kevesen vagyunk nyilván, de ezt egyre egyértelműbben kell feltenni ezt a kérdést. Igen, a következő körben a honlapon leegyszerűsíthetjük. Én annyira boldog lennék, hogyha erre jönne egy dolog. Bocsáss meg, csak akar itt is szól. Igen? Aki elmegy a Kritikamaszra, regisztrálhatja az e-mail címét, van 20 000 e-mail cím, és oda lehet küldeni bármit. A technikát kérlek szépen. Mondjuk kiáll 100 ember 100 asztallal, 100 papírral. Nem, ami már, ja, igen, ő már a jelenlegi adatbázisra gondol. Valaki el fogja olvasni egy Kritikamaszt, oda be kell linkelni azt a weblapot, ahol előbb-utóbb eljut oda valaki, hogy itt regisztrálhatja magát. Lehet, hogy... Nem tudom, de... Tehát azt mondod, hogy a, ugye, hogy a Kritikamaszt oldal mutasson erre rá. Igen, igen, és hát... akkor ott... De például egy olyat a matrica... És akkor ezt meg az lesz. Nekem a fő dolog ez a matrica, azért a fő dolog a matrica, mert most jelen pillanatban én azt érzem, hogy a belső, belterjes körön kívül minden, most, tehát ez a matrica dolog, ez nagyon sok emberhez eljut. Van rajta, mit tudom én, X karakter, avval lehet gazdálkodni, de ezen a matricán meddig mehetek el, ez egy nagyon fontos kérdés. A mondat, amit mondott az Ubi, hogy a szakmai szervezet, a CM-nek a Magyar Kerékpáros Klub pont. Mert például én mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon köszönöm, hogy köszönöm, hogy voltatok. Mondhatom azt, hogy mi, ráírhatom a matricára, hogy mi nem csak masírozunk a városban, hanem ez egy cél érdekében van, kétszorban leírom, hogy mi, és azt is leírhatom, hogy ha erről és ha oda van írva, hogy a Kerékpáros Klub csinálja ezt a munkát, mert ő a szakmai szervezet, ha ennek a munkáról részletes és aktuális hírt akarsz kapni róla, hogy pontosan érted, mit tett, és hogy nem értelmetlen volt, hogy kijöttél, akkor itt adhatod meg az e-mail címedet. És beszámolunk arról, hogy annak, hogy kiálltál, mi lett az eredménye. És akkor ez egy olyan dolog, ami szerintem teljesen elmegy, korrekt, PC, minden, és hogyha ez átmegy, akkor gyakorlatilag a Kerékpáros Klubnak lesz egy olyan bázisa, akinek elmondhatja azt is, hogy bajban van, és azt is, hogy mit csinált értük. Ha de elmehetek. Én szeretnék elmenni, erre én ezt akarom, csak ne, még erősebb, tehát, hogy én azt írnám rá, hogy a Kerékpáros Klub a szakmai szervezet, bajban van, segíts. Tükő a Kritikamasznak van a honlapján egy olyan, hogy a CM története. Abban szerepel valahol a Kerékpáros Klub? Persze. Aha, persze. 2005. Igen, azt nem lehet egy kicsit hangsúlyosabbá tenni. És a múltba bele átírjuk a múlt. Nem. Az a tartalom, az nem frissült 1000 éve, a spam robotok olvassák. És azért nem frissült, mert azért nem frissült, ez egy tök egy ideig frissítettük, de várj, van egy olyan probléma azzal a frissítéssel, hogy elkezdett egy olyan felmerülni, hogy mi az, amit mi köszönhetünk magunknak, és itt bennem, itt ugyanez a probléma feszül, hogy az, amit a Kerékpáros Klub csinál, azt én egyre inkább milyen alapon mondom azt, hogy ez a mi eredményünk, és ezt a kérdést ezt meg kell szülni, és ezen túl leszünk, olyan könnyű lesz az életem, hogy el nem tudom mondani. Engem ez feszít. Ez szakmai szervezet a Magyar Kerékpáros Klub, mert onnantól már lehet mondani, hogy ez közös. Az nagyon fontos. Ezen tényleg túl kell lépni, mert nem lesz 8 millió forint. De ez megnyit olyan, ez egy olyan felállást biztosít, amiben végre nem szégyellősen kell kommunikálni. Mert onnantól kezdve... Miért tudom, hogy miért kommunikál szégyellősen? Miért szégyelled? Mert ez a dolgom. Miért szégyelled a Kerékpáros Klubot? Tényleg? Nem szégyellem a Kerékpáros Klubot, sőt, nagyon, egyáltalán nem szégyellem. Miért félsz attól, hogy azonosítsd a kettőt, amikor 2005 óta... Csatlakozom a többi kérdéséhez... Várj, mondjak valamit, azért, amiért egy... Apa szégyeli, ha a gyereke drogos. Ez az előbb... Ebben az esetben a drog, a következő, a pályázati pénz. Az a drog. És ez nem egy csúnya dolog, most nem úgy értem, mert mit tudom én. Hát, csak az, hogy a mi gyerekünk, de
elszakadt valamennyire tőlünk. Nem és tudtuk eltartani. Mert elfeledkeztünk arról, gyerekek, de tényleg, hát, és szóval azt szeretném, hogyha soha se benned, se senkiben nem kérdésként merülne föl, mert ez az igazság. Szültünk egy gyereket 2005-ben, csak aztán elfelejtettük, hogy föl kell nevelnünk, föl kell tartanunk. Elfelejtettük azt, amiről beszéltünk akkor, hogy ezt a tagság tartsa föl. Tökre elfeledkeztünk, megnyugodtunk, működik, jaj de jó, épülnek, kész. Ez a helyzet, és ezt nem kell kitalálni, és nem úgy kell kommunikálni, hogy most ezt találtuk ki, mert ez a helyzet. Mit mondtál? Nem bírom. Mit mondtál? Fiatal voltam, kellett a pénz. Arról nem beszélünk. Miért kell szégyelni a pályázati pénzeket? Nem az kell, nem a pályázati pénz az semmi gond nincsen. Azzal van gond, amikor egy szervezet elhajlik az alapjai, meg a gyökereit beereszti a pályázati pénzben, és elhanyagolja azokat, akiket képvisel. Ez az elején beszéltük, és akkor nem voltál itt, hogy ennyi a gond. Amúgy tök semmi gond. Azért nem tudsz, hogy mit csinál a kerékpáros klub, mert nem vagyunk rákényszerítve arra, hogy neked megmondjuk, mert nem vagy a tulajdonosunk, aki azt mondott, hogy szevasz, nem fizetem a tagdíjat, hogyha nem mondod meg. János hát, kérdezte, de... hogy az MK most jelenleg, ha tegyük fel, hogy ezt már megszívja a kütyű végre, a jelző vagy, hogy ez már régen... Na most te izé, de ez jó, hogy meg kicsúfasz. Érted? Már régen van döntő, hogy ez most így lesz, és erre kell állni, hogy az MK hogyan készül a kritikán veszre, ami egy kritikus pontja ennek igen. Az egész... Nem tudom, még várunk arra, hogy itt milyen döntés lesz. Mi most lebegtetünk két dolgot. Hogyha ugye egy taktoborzó kampányt megterveztünk gyakorlatilag, aminek ez egy része, azt az egészet akkor indítsuk el teljes erővel, a levelek már ennek a része volt, filmeket, egyebeket, hogyha a kükülvéleje azt mondja, hogy igen, ez az én gyerekem, és nyomjuk. Ebben az esetben a mobilitási hétre klasszikus mindenfélére kevesebb energiát, költünk, és sokkal többet erre is. Gyakorlatilag akkor nekünk az ősz erről fog szólni. Töménytelen filmeket akarunk a YouTube-ra kínálni, mindenféle ötletek vannak. Személyre szóló leveleket, vállalatoknak szóló leveleket, munkahely, vagy üzleteket bevonni ebbe, hogy legyetek kialakítani végre, hogy beléptető helyek legyen. És ott is kint legyen az a szlogen, az a szlogen, amiről még nem tudtunk dönteni, hogy mi is az a szlogen, amiről most beszélünk. 365, vagy lépjél be, vagy nélküled nem megy. Az egész ez egy kampány, aminek ez egy része. A kampányt valamennyire megvan téve, rendezve, pontosan a neve hiányzik, a szlogenje hiányzik, és a kiterjedtség a célcsoportok közül a legfontosabb. Itt lóg a levegőben. A legjobb az lenne szerintem praktikusan, tehát hogy ha ez átmegy, akkor szerintem az lenne jó, hogyha a kerékpáros klub és a kritikálmesz is használhatná együtt azt a dolgot, azt hogy kritikálmesz 360. Például. Mert ebben egyrészt szerintem lehetne érezni azt, hogy a kettő az közös platformon van, és mind a kettő, tehát ezer dolog van benne, többek között pont a lényeg, hogy állandó, egész éves képviselet kell, plusz egy tök jó, mert arra is rímel, hogy egész éves közlekedési célú bringázásról van szó, stb. És ennyi. Meg arról is van szó, hogy nem két napon át majomkodunk a város közepén, hanem 365 napon keresztül nyomunk valamit, és közben megmutatjuk két napon is, hogy milyen erősek vagyunk, és együtt vagyunk. Az egész, szerintem a kritikám, ez 365, az szerintem húzós, rövid, klassz, tök szépen néz ki, karakterekkel is, meg ez jó. Csak ennyi volt az én gondom, hogy ez egy olyan szintű összefolyás, amit én el tudtam volna képzelni sokkal kevesebb hezitálással egy év múlva, és most korainak tartom. De muszáj megcsinálni. Ennyi. Igen, most azt akarjuk, hogy ez a kritikám, ezt meg a kerékpáros klubot összehozni, ez most az a egy külső, aki teljesen most nem is kritikám, azt nem is MK, nem is kerékpáros klub, és ez, aki azt mondjuk, hogy kritikám, most 365 kerékpáros klub, ebbe hol fog gondolni? Hát, akkor onnantól kezdve szerintem De attól függ, ki mondja. Egyrészt a kerékpáros mondja, a kerékpáros klub mondja, hogy kritikám, ő a kritikám, ez 365. Arra kell gondolni, hogy a... Én valami olyan, nem tudom, nekem olyan szöveget, akár olyan szöveget tudnák elképzelni, ami a kettőnek a mondani valóját mondja. A kritikám, ezt is, meg a kerékpáros klubot.
De szerintem mi lök? 360-ben, na ragudj, de én nem láttam a kerékpáros klubot. Ha a kerékpáros klubban mondja... látom azt, hogy remélyük a szolomba, és nem ismerem várj, ha, se egyiket másik. Ha ezt a kerékpáros klub szájából hallod, akkor szerintem radikálisabb dolgot mondott, mint eddig összevéve x év alatt. Azt mondja, hogy ő a krizikálmesz. Ezért nekem ez a konfliktusom, hogy ezt kimondhatja a kerékpáros klub. Kimondja. A kerékpáros klub magában nem mondhatja, ha azt a Kükü mondja, meg a Vének tanácsa mondja. Én a legitimitást adom meg ehhez, hogy ezt kimondhatja. Avval, hogy esetleg én is ezt mondom, és közösen használjuk, onnantól kezdve összenőtt, ami összetartozik. Kinek? Az MK-nak nem kell ezt kimondani. Szerintem meg pont arról van szó, hogy... Közösen szeretnék a kódjon? Pont azt akarja mondani, pont... De nem azt kell mondani, hogy ő a CM, hanem hogy ő a CM szakmai szervezet. Hát jó, de most pont az lenni a... Ez azt jelenti, 365 napban dolgozik a szakmai szempontok alapján, azon, amiért mi 2 napig felvonulunk. 2 napig felvonulunk, 365 napon keresztül biciklizünk, meg minden nap, és 365 napon keresztül védi az érdekünket a kerékpáros klub. És aki most kerékpáros klubos, és mondjuk annyira nem CMS, az mondjuk az örülni fog ennek a... Nem tudom. Szerintem sokan vannak, akik örülnek, ennek biztos lesz ellenzője. További jó munkát kívánok, mert kell indulnom. Gyerekek, a válasz megérkezett, és elzöld. Elolvasnám nektek. Jó? Ciao. Azt mondja, hogy levél. Sinyától. Arra a kérdésre, hogy akkor most mi legyen? Azt, hogy befizettem én is. Úgyhogy a dolog eldőlt. János jelenleg az MK-nak van a honlapján olyan oldal, ami az ilyen ezt csináltuk eddig, vagy valami lista, vagy rövid leírás, mert szerintem hogy már az első pillanatban ez megkapjuk fontos lenne, hogy ez nem így válaszolnék. Az elmúlt elnökségi ülésnek a témája ez volt, hogy nincs, és miért nincs? A Vitézéknek a BKK-s honlapja szerintem példamutató ebből a szempontból. Más sincs rajta, csak ez. Fantasztikus. Ez kell. Tehát annak nulla tartalma van, hírként egymás fölé vannak téve, az semmi más, az egy hírfolyam. Tudom, de ez kell, és ezáltal pontosan. Úgy érzed, hogy a BKK kurva jól csinálja a munkáját, de ott van a halom projekt, amit csinálnak. Ehhez még annyit hozzá lehet tenni, hogy... Amit már megcsinálnak, tök jó részletes leírások, amik az aktuális projektekről szerintem, tehát abból sokat lehet tanulni. Abszolút. Szerintem most a toborzás is ezt lehetne felhasználni, kiegészítve ezzel, hogy... Miben maradtunk ezzel kapcsolatban? Hát abban, hogy első körben honlapot valamennyire át kell most alakítani, de címkézés, a rövid távú megoldás, ez egy címkézés, ilyen drupálós címkézés, hogy a, mit tudom én, a, ezt tettük, vagy mit tudom, milyen címkét ráakasztjuk mindenre, ami és lesz egy hely, ahol ezeket hát önleszve. Csak az van, hogy egy kicsit ebbe az a cél, hogy súlyozni kellene, állítólag már drupálban nem gond a súlyozása, tehát hogy a kiskörút az nem a 85. lesz, hanem a második vagy az első. Tehát ezt ha megoldjuk, akkor lesz egy olyan oldal, ami most tűzoltásnak alkalmas arra, hogy... De hogyha rámész a honlapunkra, van egy olyan eredményeink első szinten, ráklikkelsz, csak nagyon... Vagy klikkelj rá. Ez nem semmi baj, csak nincs töltve. Igen. Egy ideig töltődött, aztán nem. Ennyi a probléma. Ez ugyanaz, mint az összes többi. Erre mondta azt, hogy a Twitter falon, az a Twitter fal, ami itt tudom én, 6 hónapja nincs bejegyzés, az ciki, az jobb, ha nincs. Erre írtam, hogy van akkor ugyanaz 31. Jelentem, nem tudom, ki éje a jogosultság a Twitterre, ezt írtam is oda, hogy... Igen, abszolút. Gőzöm nincs, hogy ki az. Állítólag az Orsi. Most az van, hogy oké, bocsánat, nem a témással foglalkoztunk, de mostantól tájékoztatunk titeket, hogy ez igen. Az első, annyit még elmondok, hogy most egy olyan lesz, mint egy kb. Jövő héten írom meg a számon kérő, akármit a szervezeteknek, akikkel eddig beszéltem meg, még a többit is folytatnám, hogy én annyit vállaltam, hogy fél éven át, vagy max. 1 éven át a kerékpáros klubban szeretnék lenni a begyűjtője ezeknek az információknak, újra kérődzést bevállaltam, és az, hogy egy ilyen fogyasztható formában linkesítve, lerövidítve, de a linkekben kifejtve feltállalom ezt a cuccot. És ezt bevállaltam, ezt nem szeretném örökre csinálni, de szeretném annyira jól csinálni, hogy utána ezt
ez megtanulható legyen, és csak folytatni kelljen. Hát aztán, hogy ezt én egyszer már elvállaltam, azért ezt hozzá kell tenni, úgy hívták, hogy kerékpárosklub híradó, vagy MK híradó, vagy valami, és az, azt elfelejtettem csinálni, de most nagyon motivált vagyok. Elfelejtettük. Jó. Egyébként én amíg azt szeretném hozzátenni, hogy ne felejtsük el, hogy a Critical Mass azért is lehet olyan sikeres, hogy mert az ország egyik első webkettes oldala volt, és nagyon jó technikai háttérrel, és szerintem, tehát, hogy most is nagyon sok múlik azon, hogy az MK honlap mennyire van felkészülve arra, hogy nagyon gyorsan regisztrálni, nagyon gyorsan pénzbe figyelni, akár adomány, akár tanságot. Tehát, hogy szerintem ezek a technikai részletek, ezek tehát, hogy annyira sok minden kikéri az ember pénzét, hogy nagyon múlik azon, hogy mennyire flottul tudod odaadni, és hogyha az első oldalon elakadsz, akkor azt mondta, hogy ja, ezeknek nem adok, még ez se direkt jól. Igen, ebben most történik változás. Ebben most történik változás. Bankkártyás fizetés sokat segítene. Mit tudod? Bankkártyás fizetés sokat segítene. Van. Nincs. Bankkártyás fizetés nincs, PayPal nincs. Van. De az, hogy minél kevesebb gombnyomással, minél egyszerűbben, ezt szerintem. A mostani profiloldalakat át fogjuk dolgozni, ez most a következő BAM-ra elkészül. Már ki láttam is a... Pontosan azért, mert volt ilyen visszajelzés, hogy valaki regisztrált tagként, aztán várta a csodát, és még csak egy e-mail sem jött, hogy esetleg fizes, már csak azért sem, mert nem tagként regisztrált, hanem honlapfelhasználóként. Igen, és... hát... Ez ilyen izze, abszolút, tehát ez egy marketing alapszabály, hogy küszöbök, tehát mindig vannak küszöbök a különböző fokozatok között, tehát a potenciális vevő, meg a érdeklődő, és a vevő, és a visszatérő vevő, és az ajánló vevő között mindig vannak küszöbök. És egy marketingesnek tulajdonképpen leegyszerűsítve az a dolga, hogy megtalálja a küszöböket az átjárási pontokban, és ott aztán leveri a földig, jó esetben sose sikerül a földig, de hogy tehát amikor az ember kijön a honlapról, a honlapra bejövő emberek közül a lehető legtöbb rákatintson arra, hogy bizony, abban a lehető legtöbb eljusson a befizetésig, abban a lehető legtöbb eljusson a újra befizetésig, a legtöbb eljusson abból az ajánlásig, és azt mondják, hogy az ajánló a legjobb, tehát aki ajánlja már másnak, hogy elégedett, az a legjobb, mert az ingyen reklám, onnantól kezdve önerősítő, ha abból sok van. És ezt a kerékpáros klubnál egyszerűen így, hogyha nem is feltétlenül csak a szolgáltatásra nézve, hanem az érdekképviseleti szolgáltatásra nézve, ezt egyszerűen ilyen marketing szemlélettel szerintem azt így végig kellene vezetni, hogy ezeket a küszöböket leverni. Én is, amikor megnéztem a honlapot, hogy mi van, az első kérdés az, hogy regisztráljak. Akkor lehetek tag, ha regisztrálok egy honlapon. Ez ilyen... Szerintem a CM-en is regisztrálni kell. És amikor, az a beírás, most oké, de én nem... De nekem... És amikor én ezt felvetettem, hogy miért kell ezt a lépést, akkor minden informatikus azt mondta, hogy enélkül nem lehet, mert nem tudom, milyen veszélyeket lehet. Az a honlap, az lehet, a honlap, de a tagsághoz... Azt nem lehet, hogy add meg az e-mail címed és megkeressük. De azzal mit lehet? Ha nem adod meg, akkor is megkeressük. De ez nem csökkenti a... ezeket a köszöböket, tehát a tagfelvételnél most... Nem, a kerékpáros klub tagsága szerintem semmilyen kényszerben ne legyen a honlapon. Nem szabad a honlaphoz hát közé. Ez egy felesleges... Honlapot jó, ezek technikai dolgok, és abszolút, ezen megyünk végig, ez egy erdő, amit már két fát kivágtunk, felismertük, de még... Tehát akkor kiemelnéd, magasabbra tennéd, először belépsz, pont. És a belépésben van egy opció, hogy szeretnél honlapra regisztrálni szeretnél, és ezért és ezért, akkor ezt de mit akarok a honlapon? Be. Nem, honlapon azt mondom, hogy te belépsz. János, te belépsz, tag akarsz lenni. Milyen szolgáltatások vannak? Vannak jó, hírlevelek, meg hozzászólás a honlapon. Ha hozzá akarsz szólni, akkor megadod a nick nevedet. Cégeknél ez úgy van, hogy azt mondják a szakik, hogy neked, amikor egy honlapot csinálsz, akkor egy egyértelmű célodnak kell lenni, hogy mi a célod a honlappal. Általában egy kereskedő cégnek a honlappal a célja az értékesítés. Ilyet a még profibbaknak meg a profit szerzés. Tehát, hogy a lehető legtöbb pénzt szerezze a honlap, erre használja a honlapját, hogy a vállalkozó és a legnagyobb profitra szeretne szert tenni. És ezért nem elégszik meg azzal, hogy olvassák a honlapját, hogy sokan ráklikkelnek, nem elégszik meg azzal, hogy vásárolnak sokan, nem elégszik meg, avval elégszik meg, hogy maximalizálja a profitját. Itt szerintem van egy alapvetően olyan, és ezt a területi szervezeteknek mondtam tanácsként a gyűlésen, hogy akkor hogyha ez egy ilyen izé, hogy egy agymosás, de hogy
hogy minden egyes dolognál, rész dolognál, amit csinálsz, át kellene elvileg gondolni, ezt senki se teszi meg nyilván, hogy mi a célod. És hogyha az a cél, hogy a kerékpáros klubnak van mondjuk egy távlati célja, hogy a kerékpározás terjedjen, de e között van egy konkrét, rövid távú cél, hogy életben maradjon a kerékpáros klub, tagok lépjenek be, akik fenntartják, akkor nekem, amikor leírom a hírt az Andrássy úti kerékpársá váltadóról, akkor nekem nem az a feladatom, hogy erről írok egy beszámolót, hanem az is a feladatom, hogy amikor elolvassák az emberek, utána hozzanak egy döntést, hogy lereagálják azzal, hogy belépnek. Amikor a kommunikációs stratégiát készítettük a Younggal meg a Hoffmannal, akkor pont ez volt az. Mindig átcsúsztunk a mi a célunk? A kerékpározás terjesztése, vagy a kerékpározás klubnak a terjesztése, eladása, ugye? És akkor én mindig kilöktem őket abba a általam helyesnek vélt mondatba, hogy a kerékpározás elterjesztése a célunk. Ez a fő a probléma. A klub terjesztésén keresztül. Az egy eszköz. Nem, mindenen keresztül, nem igaz. De így éhen halhat a kerékpáros klub, és így nem fog származik, teljesülni csak, a cél. A kommunikációs stratégiánk ennek rendelődött mindenbe alá. Ugye, és azt gondolom, hogy ez működik. Tehát a kerékpározás terjed. De nem terjed, működik. A picsát nem terjed. Hát hogy nem működne? A kommunikációjának köszönhető? Azt gondolom, hogy a kerékpáros kommunikációjának nagyon igen. Sok köszönhető. Igen. Igen. Ez persze nagyon nehéz. Persze. Azért, mert van MK, tehát azt gondolom, hogy a bringázó munkában a kampány a kerékpáros klub önmagában nagyon-nagyon sokat tett annak érdekében, hogy ma sokan kerékpároznak. És ha nem lesz kerékpáros klub, akkor ki csinálja és nem gondolom, nem gondolom, hogy még azt sem gondolom, hogy ezt nagyon bizonygatnom kell, nagyon sok konkrét visszaigazolás van erről. De igen, ezt most csak azért tudom, hogy szükséges eladni a kerékpáros klubot ahhoz, hogy ezt a munkát végezni tudjuk. Csak ez egy fontos, mindig fontos kérdés volt, amikor a kommunikációs stratégiát készítettünk, hogy minek a kommunikációjáról beszél a stratégia, és ez volt. Most persze el kéne készíteni egy kommunikációs stratégiát a kerékpáros klub tagságának növelésére. De azért a célunk az a kerékpározás népszerűsítése és terjesztése. Abszolút. Tökre érdekes volt mindig, minden riporton és minden beszélgetésen, ami ennek érdekében folyt, mindig így váltottunk a szavainkban, a gondolkodásunkban, mindig egymás figyelmeztetett, várj, most miről beszélünk? Mert ez egy tök nehéz elválasztó. Hát meg, hogy meg nagyon profi ember, tehát általában mondjuk egy szóvivő, meg nem tudom, ez egy szakma, és az nyilván amikor kiáll, akkor biztos ki van képezve erre. Nagyon nehéz föl. Én azt gondolom, hogy amikor mi kiállunk, akkor nem a kerékpáros klubban beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy a kerékpározás. Na, és ez tökre működik is. És senki nem tudja, hogy mi a kerékpáros klub. Ennyi. Igen. Jó. Na jó. Ez a helyzet. Nem tudom. Erre? Hát, ez az, amit meg kéne most beszélnünk, vagy valamikor nagyon gyorsan beszélnünk, hogy ha úgy döntesz, hogy igen, akkor mi az a technika, amit csinálunk? Mert annak egy része, hogy lesz. Konkrétan szerintem minden. Akkor, hogyha én arra várok, hogy felszabaszuljon a kezem, és akkor minden, akkor nem félszívvel kell, hanem teljesen, tehát minden csatornán át kell gondolni, hogy ezt a dolgot szolgálhatja vagy nem szolgálhatja hatásosan, és utána van a... abban, hogy felszabaduljál és fellélegezz. Igen, egyébként ez is nagy segítség volt, az, hogy ez olyan, mint hogy állnak az érveim, tehát most túl vagyunk egy személyes találkozón, állnak az érvek, nem dőltek meg, nem húrogtatok le, túl vagyunk 200 hozzászóláson az interneten, állnak az érvek, nem jött elsőprő népharag, hogy áruló vagyok, és ez nekem ez egyre jobban növeli a legitimitásomat arra, a legitimáció. Mond? Mi hiányzik, mert van még egy hónap, és az nagyon kevés idő, erre jó. Hát valószínűleg szeptember 23-án fog kiderülni. A következő nagy lépés a szeptember 23-án lesz, miután... Ezt most csak úgy kérdezem, hogy akkor most rá lehet térni arra a fázis, hogy... Kénytelenek leszünk egyébként rátérni, tehát azért is volt az, hogy most akkor is meg kell szervezni ezt a találkozót is, meg a lehető legtöbb... Hiába van nyár, meg hiába van... Mert jövő héten nekem
fel kell hívni a Zsigát, és meg kell mondani, mit rajzoljon rá, és szövegeket kell írnom a matricára, meg a plakátra, meg majd a honlapra, meg a nem tudom. És ezt nem tudom addig megtenni, amíg ezeken körökön túl nem jutottunk. Most én jobban érzem magam sokkal. És vannak olyan emberek, akikkel még személyesen ennek ellenére nekem találkoznom kell. Egyik ilyet a Bringa konyha, az egy tipikus olyan helyzet, ahol rengeteg olyan ember van, aki részben jogos, szerintem részben nem jogos, de semmiképpen sem átugorható ember, akik nagyon fontos és egy aktivistáként is. Tehát velük is még nagyon szeretnék találkozni. Plusz van egy pár konkrét személy, akik olyanok, akik ilyen fékek vagy ellensúlyok, vagy nem tudom, akikkel konkrétan kell találkozni, és már azért szerintem így eléggé egyértelmű most nekem az irány, de ezeket az embereket, ha lehet, akkor meg kell, még értenem, ha van ellenérjük, hogy meg kell győznöm ahhoz, hogy ne az legyen, hogy én nagyon féltem attól, hogy összefoglaljam ezt az egész posztot, ami most kikerült a kritikálmezpontúra, hogy én nagyon féltem attól, hogyha ezt kiteszem, és azért is volt az, hogy én ezt már kitettem volna ezelőtt is, de nagyon féltem attól, hogyha nem beszélek bizonyos emberekkel, és nem értettem meg velük azt, hogy türelmi időt kérek a kerékpáros klubnak, akkor ezek az emberek a jogos sérelmeikkel szétbombázzák. Tehát például az fölmerül, hogy én írok egy olyat, hogy mentsük meg a kerékpáros klubot, és akkor 10 ember, 2 vagy 3 is meg tudja tenni azt, hogy a kommentekben elmondja, elhiteltelenítja, amit mondok. És akár jogos sérelmek miatt is, és hogyha ezeket nem kezeltem volna előre valamennyire, akkor ez egy tök nagy konfliktus, hogy egy nagyon hitelesnek kell lenni ahhoz, hogy az emberektől pénzt kérje konkrétan, de hogyha megnéz 3 hozzászólás és anyázás, akkor hát akkor biztos, hogy nem fog adni. Tehát ennyi, hogy ennek van egy ilyen íve, amit ki kell futni, és már így is nagyon, nagyon, nagyon szoros. Tehát, hogy azért most kb. olyan, ez alatt a 2 hét alatt léptünk, vagy 1 hét alatt annyit, amennyit, mit tudom én, hónapok alatt lehetne, illene. Okay. Nem tudom, hogy számít a véleményem, hogy szerintem nyugodtan ért rá a matricára, hogy a kerékpáros klub. Ami a papíron van, azt én is átolvastam ott a kommenteket, azok jó dolgok, és szerintem igen, ennyi. Meg én is szívesen csinálok bármit, csak tudjam, hogy mi a manót kell csinálni, mert így most ezt nem tudom. Én nagyon szeretném, hogy legyen kerékpársáv a Csepeli Kossuth Lajos utcán és mindent hajlandó vagyok megtenni, érte csak nem tudom, hogy kit keressek. Az ilyesmivel, tehát ennyi. Mielőtt elfelejtenénk, van egy közlekedési munkacsoport, ahol mindenképpen vedd fel a kapcsolatot, mert a közlekedésre, csak azért, mert onnantól kezdve már azonnal benne vagy a vérkeringésbe. Tehát ez kb. Hát szegénynek most nem kellene listára fölkerülnie, ami baromira nem érdekli, hogy a Csömörön, a Hídon hogy vezetik át, nem tudom is, arról 20 levél. Nem, szerintem az a hasznos. Nagyon hasznos lenne. Nem az. Én szívesen olvasgatok, annyi időm van, mint a tenger. János, csak azért is, mert lesz még egy olyan ember, aki képben lesz a különböző módszerekkel. Például én a múltkor olvastam, valahol a Balatonnál épült egy kerékpárút, és tök jó volt, én leírtam a Mikinek talán, hogy nem kéne piros átvezetést csinálni oda az autósoknak egy jelzést, ahol egyébként nekünk van elsőbségünk. Mert ugye ahol most piros sáv van, az azt jelenti, hogy a kerékpárosnak van elsőbsége, ehhez képest ott pont fordítva akarták, hogy az autósnak legyen egy ilyen figyelemfelhívó. És ez egy tök jó oktatás, hogyha ezeket az emberek olvassák. A kerékpárosok tisztában vannak azzal, hogy milyen technikákat használunk, meg mit használ a közlekedési munkacsoport. Jó, nem biztos, hogy fel kell iratkozni. Zsoltakat még van. Megmondod az e-mail címen, és ezt nem akarom elrontani, ez olyan, mint egy ilyen gyakorlat. Csináljuk. jakab2008@gmail.com. Hú, most hova fogok felkerülni? Mindenhova. Te kapod a teszti levelet. Szia, hogy nem kapsz túlsúlyú levelet a kerékpáros klub. A legjobb az, hogy a felvétel készült volna. Zsolt, mondjad? Majd kivágjátok, ugye. Most akkor a egésznek akkor megegyeztünk abból, hogy lényeg az egész célja, most lényeg az egész mondani valója, úgymond, ez erről fog szólni. És akkor nem mint a, ha jól veszem ki, nem mint a hátoldalán is a
meg lesz az ablos szöveg, de maga mondjuk a grafika is arról fog szólni, hogy az lesz a mondani való az egésznek. Kerékpáros klub kékben. Még azt mondom, hogy a kerékpáros klub logó rákerül le, azt mondom. Nem logó, csak ugye olyan grafika, ami az... Kerékpáros klub logó? Miért nem lehet az fönntartani ott? Igen. Nem, én nem mondta a logó. Hát ez a helyzet. Ez a helyzet. Ez a kép, amit te most mondtál, ez nekem minden prezentációmban szerepel. Azért valljuk be, hogy a szimbiózisnak a lényege az, hogy van egy alap, az a de ez nem erős, ez a tény, Ubi. Tehát van egy alap, egy nagy erős alapzat. Az a kritikán nem, lesz. Nem csinálni, de... Amin áll egy pici szervezet. Nagyon megrázolom, fénybe megrázolom, és megnézem. Akkor ne terakd föl, majd valaki megrázolja, fölrakja a Facebookra, és terjedni fog, mint a villám. Nem tudom, hogy ugye én készítettem egy prezentációt erről az egész mozgalomra, amit Lengyelországban mutattam, és ti is láttatok. Abban ez van leírva. Pontosan ez a leírva. Igen, lehet, van, lehet, hogy titokban az összes prezijének a végén ez a logó van. Lenne hivatalos verzió, meg lenne ez a... Hát pont ez azért, vagy... De azért valljuk be őszintén. Nem ez a tény. És a Facebookon mondjuk menne egy ilyen... Jó, bármi mehet így, de az, hogy a kritikán lesznek az őszi logója, a kerékpáros klub logója, azt nem tudom, hiszen... De most nem a kerékpáros klub logója, ez csak a értem, most nem a kerékpáros klub logó a lényeg, hanem az egésznek a mondani valója. Hogy a frappások... Jó, jövő össze, jó? Nem, mert azért valljuk be őszintén, legelőször azért csak azt nézzük meg, ha kezedbe azt egy... akárkit, nem a hátoldát fogja legelőször olvasni. Hát mondjuk egy átlag ember jelen egyiket a kerékpáros klub ismertségéből azt nézni egy ilyen kritikáns plakát, hogy ez milyen bicikli az? Hát azért már mozgássérültekért is küzd. Már mozgássérültekért is küzd a kritikára. Hogy emelhetne a CM logó egy MK logót is. Azt mondjuk, azt mondjuk. Jó, ide nem jött el a hang. De nem fog. Mondjad? Egy kérdés, hogy ez... Aludj rá. A picit médiában ez egyrészt van-e még annyi újdonság a CM-ben, hogy a médiában bármi megjelenik róla? A másik az, hogy egy ilyen üzenet, hogy mondjuk a kritikám az a folyamatos kerékpáros érdekképviselet érdekében a magyar kerékpáros klub támogatására szólított föl. Ez megjelent, ezt hogyan lehet átadni? Ez nagyon sok helyen a médiában elhangzik. Ha én nyilatkozom, biztos, hogy elhangzik. Szerintem, ha ők nyilatkoznak, akkor is elhangzik. De azt gondolom, hogyha... Tehát mindig ugyanoda térek vissza. Itt semmi újdonság nincs. Ez történt. Ez a helyzet. Így született ez az egész. Most van egy pillanat, amikor mintha el akarnánk, mintha úgy csinálnánk, hogy ez nem is így van. Ez így van. Ne arra, hogy én sokkal egyértelműbben mondom ezt, mert jelenleg úgy tűnik, mintha ezt szégyelnék. Mintha ezt valaki szégyelnék. Így van, ez a helyzet. Abszolút. Attól függ, hogy ez a CM-nek a teljes ilyen pár... Én nem gondolom, én ezt nem gondolom, amit a János mond. Én azt mondom, amit a Viola mond, hogy 2005-ben volt ez, és most 2012 van. De mi történt azóta? Azt történt, hogy közben szerintem a kerékpáros klub erről az útról letért, elkanászodott. Bácsán, micsoda, a célok, a cél, egy dolog jött létre, ez az egész. Azért jött létre ez az egész, hogy a kerékpározás népszerűsítse. Azt gondolom, hogy erről az útról egy centit nem tett el se a CM, se a kerékpáros klub. Ha az a cél, hogy közösséget építsünk, arról letért valóban. Azt nem jól csinálta. Nem közösség, felhatalmazás. Felhatalmazás nélkül végzem ugyanazt a munkát. Nem együttpalacsintázásról beszélek, hanem én felhatalmazás. A kerékpáros klubnak a kritikám ezt az elején adott egy indító felhatalmazást. Hogy végezz ezt a munkát. Igen. És ezt a felhatalmazást nem erősítette meg utána rendszeresen. Csak végzi a munkát. És ezt a felhatalmazást nem növelte a kerékpáros klub sem. De Gáb, bocsássak, csak muszáj eleválaszolni. Ez nem mindegy. De, tehát, igen, igazad van. Nem mondjuk már minden adott jó halad, tehát nem adott, halad jól. De, egy jól halad. Amire a megbízást adta a mozgalom, arra adta a megbízást, hogy végezze ezt a munkát. Erre adta a megbízást. Hogy képviselje a kerékpározást, és terjessze a kerékpározást, és ezt együtt csináljuk. Ezért hoztuk létre a kerékpározást. Mert azt gondolom, és ezt
tessék cáfolni, hogy ezt jól végzi a mai napig. A kerékpározás miközben egy szatelitként el van szakadva azok ellenőrizhetetlen műhold, ami kering a... Igen. Na, de ennyi. Én nem azt akarom mondani, hogy minden rosszul történt, hát sőt, én elégedett vagyok a szakmai munkával, hanem azt akarom mondani, ami rosszul történt, az helyre kell állítani, és nem mondhatjuk azt, hogy... De akkor ezt kell mondani. Most van egy lehetőség, hogy ne látunk a kiszállítását Na, pont ez, gondoltam, amikor leírtam, kidobni, hogy nyomott egy gyereket. Akkor nektek, mint kritikálni ezt vének tanácsa, ezt leírtam, akkor azt azért írtam le, mert egyszerre egy beszélgetésből nekem leesett, hogy nekem pont ez a gondom, hogy mint a kritikám ezt, 25-ször kell mondanom valamit, már én is unom, miközben van egy nagyon nagy probléma, ami több hónapja vívódom, hogy a kerékpáros klub gondban van, plusz nem alkalmas bizonyos dolgokra, és hibás egy-két dolog. És ez a kettő, ez két probléma volt. A kerékpáros klub miatt is gondban voltam, az is nyomasztott, mert a kritikálmesz is nyomasztott. És a kettőre egymásnak a megoldása, a kritikálmesznek a következő tennivalója az ez, a kerékpáros klubnak meg fogja oldani a problémáit ugyanezt. Tehát ez most időszerű, és ezért is írtam meg, mert ezért is, hát nem véletlenül vagyok itt, és most nem azt mondogatom, hogy várjunk egy évet, hanem azt, hogy azon vagyok, hogy hogyan lehet ezt csökkenteni, ezt az egy évet. Én nem azt akarom mondani, hogy egy évből most ne csináljunk semmit. Hát konkrétan július 31-ig kellett volna csinálni valamit, mert már most késésben vagyunk. Amit a János mondott, hogy 2005-ben adott egy felhatalmazást, igen, az a 600 ember, azóta a CM kicsit több ember mögött van, vagy áll mögötte, és innestől kezdve nem mondhatod, hogy mert akkor az a 600 azt mondta, én ebben érzem akkor az eltávolodást. Akkor se 600 ember mondta, 4 ember mondta. Jó, 10 akkor 4 ember. De lényeg, az a 10 ember most is ugyanaz? Jó, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy egy másik szervezet, egy másik mozgalom jött létre. Mondta, hát azért voltak itt kiszállások. De mondjuk 20 ember tisztában volt vele a kerékpáros klubban. Most az a 20 ezer ember nincs tisztában. És ez szerintem ez egy nagy különbség. A másik, meg hogy az MK azért... Ez így nagyon szép, meg tök jó, meg minden, meg én trukkolok, hogy ezt össze lehessen hozni, de ezt nem mondjuk, hogy jól végez a dolgát. Persze szakmailag igen, de egy szervezetnek a működtetése nem abból áll, hogy mit rakunk a kirakatba, hanem egy szervezet működtetik kell, financiálisan is. Vivi, azért az kirakatba, rakni, hogy ebben az országban a kirakatba se rakott. Mennyi eredményt értünk el, szóval ez azért... De nem... Az nem, finoman szóval az nem csak kirakat. De azért a működtetés, ezt tegyük hozzá, tehát az, hogy tavaly november óta nincs meg az a 6 millió forint, ami pályázati pénzből be kellett volna akkor jönnie, ez nem a kerékpáros klub hibája. Tehát az, hogy nincs ennyi pénze, vagy nem tud ennyi pénzhez hozzáférni... Addig nyújtózkodik, ameddig a takaró mér. Akkor meg bezárjuk a boltot. Tehát az, pont erről beszéltem, hogyha ha elkezded leépíteni az alkalmazottakat, akkor nem lesz minden. Igen, nincsen igen. Konkrétan Magyarországon. Hát de pont ezért mondjuk, hogy valami nem jó, valamit változtatni kell. Én szerintem ezt kell változtatni, hogy a kerékpáros klubnak ne ebből jöjjön a pénz, de ugyanúgy én azt nem akarom, hogy ne pályázzon, abszolút. Hát a bringázza munkába, a kampányról szerintem senki nem mondhatja azt, hogy az egy hülyeség. Hát ez egy tök olyan hasznos, hogy a kritikám ezzel összemérhető nagyságrendű haszna van szerintem. Igen, abszolút. És tehát, hogy ez egy jó dolog, és az Európai Unió finanszírozta, és csináljuk, mint kerékpáros klub jövőre is. Hát tök, miért ne csináljuk? Tehát, hogy abszolút csináljuk, csak annyi kellene, hogy legyen a kerékpáros klubnak annyi szabadsága, hogy beleteszi, mit tudom én, egy utófinanszírozásos pályázatban, van egyszerűen pénze a kasszában, és nem az egész létét fenyegeti az, hogy az uniónak hitelez. Hát ennyi. Ja, az új hitelből. Hitelből hitelez az uniónak, igen, ez történik. Ja, igen. Tehát abszolút kell, csak az, hogy szabad legyen arra, hogy azt vár, én például, egyébként ezen vitatkozunk a Jánossal, de a Helyben vedd meg című kerékpáros klub Európai Uniós projektjét. Én egyáltalán nem érzem úgy, hogy érzem azt, hogy rá lehet húzni a kerékpározásra, a helyi áruknak a beszerzését, stb., de
ilyen alapon szerintem rá lehetne húzni még ezer dolgot, és úgy érzem, hogy ezzel azért foglalkozik a szervezet, hogy ilyen mókus kerékbe, hogy működjön a szervezet, ezért pályázik olyanra, amire csak lehet, és akkor olyanokra is pályázik, ami mind természetesen arra pályázik, ami beleillik valamennyire, vagy beleerőszakolható. Van olyan pályázat, amin ha rajta múlna, és szabad lenne a kerékpáros klub, és nem függjön ezektől a forrásoktól, szerintem nem is kellene elindulni. Hát. Én felvetnék még egy kérdést. Vessünk hatát, hogy egy óra 52 percre megy a felvétel, 8 perc múlva szerintem legyen vége. Mégpedig azt, hogy ha a CM-en el is indul ebbe az irányba a terelés, hogy CM365 meg kerékpáros klub, én félek attól, hogy ha a kerékpáros klub is ugyanezzel a mottoval indul, akkor ez ki fog fújni a CM után. Nem. Tehát én olyan, a kerékpáros klubnak egy olyan kampányt, vagy kampány ötletet találnék ki, ami képes egy évig folyamatosan fönnmaradni, és nem... Olyan kampány, ami egy évig fönnmarad, ilyen nincs. Egy kampány, pontosan annak kampánynak az a lényege, hogy van egy nagyon erős fölfutója, aztán egy fenntartója, aztán meg lehet... Nem, ez egy sokkoló dolog, és... Kampánynak, koncentráltnak kell most lennie, és valaminek abban meg kell maradni, ezeket az elemeket megterveztük egyébként abban a kampánytervben, amik készült, hogy mi az, ami fenntartható. Az, hogy például kint lesznek az üzletben a plakátok, az üzleteket gondozni kell, oda kell menni hozzájuk, hogy megy-e a beléptetés, az például egy fenntartó dolog. De kampány nem lehet fenntartani azon a kampány szinten, ilyen nem létezik. Én a CM365-öt pont azért tartom jónak, mert kiemeltük abból a két hónapból. Kiemeltük abból a két napból. Azt mondtuk, ez mind a két szervezetnek jó egyébként. A kritikám ezt komolyabbá teszi, tehát, sokkal ez egy komolyabb szervezet azzal kampányon, hogy van szakmai szervezete. A kerékpáros klubnak meg odaadja azt a legitimációt, amit a sok tag, tehát kimondja azt, amit eddig ugyan a politikusoknak a János elmondott, hogy ő a sok ezer ember nevében érkezett. De én is, én nem találkozok politikusokkal, de abszolút, tehát hogy azt, amit eddig szégyellősen kimondtunk, szerintem egyszer, ha úgy döntünk, én és ez mindenki... Én voltam rá, én kibaszott életben nem szégyeltem. Miért szégyeled ezt? Mit nem szégyellem? Most ott szégyen, szó nincs szégyenről, erre vagy az egész életemben a legbüszkébb, hogy egy ilyen mozgalomba részt tudok venni. Én nem értem, mit szégyellek. Te mondod, hogy szégyellősen. Most ott használd azt a szót, akkor tudatalat használod. Most mondod, hogy szégyellősen. Azért, mert igen, de ez nem olyan szégyellőség, hogy szégyellem, hát hogy szégyellem, mert büszke vagyok én is. Hanem ez olyan, hogy van egy X ember, aki nem a kerékpáros klubért van itt, hanem a kritikelmezet. Meg kell neki mondani, hogy ez nem kettő, de amíg nem mondod meg, addig ilyenek, csak hát jó, ennyi, abszolút, de ebben nem is értem, hogy miről ürül, nincs vita. Nem, mert folyamatosan érzem benned, és mintha Zubi is ezt célozná, hogy folyamatosan érzem benned az, hogy nem biztos... Nekem ez a biztos... dolgom, ja, ez a felelős, nem a dolgom, ez a felelősségem. Ha ezt nem csinálom, így is, az végeredmény ugyanez lesz, de figyelj, ezek ilyenek, érted? Ez is mindegy, mint mondok. Jó, szerintem... Már rég le van bajazva az egész. Figyelj, én nagyban azt szeretném, hogyha minden politikus például azt csinálná, amit én most. Vívódjon ennyit. Tudod, szerintem ettől működik jó a világ. Kérek. Szerintem az hogy én irányítok a döntésemmel egy szervezetet, miközben rám nem szavazott senki, az a minimum, hogy hezitáljak ilyeneken. Ha nem hezitálok, akkor az egész már is sehol nem lenne, lement volna rég a leves. Jó, én nekem tökre fontos, és kurva jó, csak nekem hogy te neked nem ennyire triviális az alap. De lehet, hogy igen, csak most nem mondod. Nem tudom. De mi az, hogy kerékpáros? Az, hogy ez egy. Próbál gondolkodni az, hogy ez egy. Is, nem csak a az, hogy ez egy. Figyelj, szerintem a kritikám az ezért sikeres. Azért sikeres, mert én azt mondom, hogy azért, hogy én nem utálhatom az autóvezetőket, mert hogyha én utálom az autóvezetőket, akkor kerékpáros mozgalmáként nem lehet sikeres a mozgalmam. Mert ezek ilyen dolgok, hogy nekem szerintem a civil szervezeteknek a döntő többsége ott úszik el, hogy nem látja kívülről magát, hanem búrában él, és nem törődik azzal, hogy néz ki az egész kívülről, a berkeken kívül, és ennyi, és szerintem ennyi. Érted? Én nekem, mindig ez a baj. Nekem az a véleményem, hogy ezek a
hogy ez ekkora nagy kérdés, vagy nem kérdés, hanem nem senki számára a CM körül nem triviális, hogy itt egy dologról van szó, az abból származik, hogy ezt például te sosem mondtad ki. Melyiket? Az, hogy ez egy dolog, ez a szimbiózis. Ez a szimbiózis szót én könyörűm, én találtam ki. De én használtam először, és majdnem egy évig, vagy két évig egyedül használtam azt a szót, hogy szimbiózis, olyan büszke vagyok rá, hogy ezt mondtam, hogy ez az én gyerekem, ez a szó. De nincs kommunikálva kütük. Hát mondtam, tévében mondtam, ez a szimbiózis szót, ezt én már elkoptattam. Azért nem hallom. Na, letelt 8 perc. Jó. Ugye? Nem. Még hány vagy? 3, de oké, megvonni. De kapcsolat. Maradék 3 percben még mondd el 100 szóra, hogy a kritikám és szakmai szervezőtől. A kritikám és szakmai szervezőtől a kerékpáros.